éppen meditál, elvonulásom van, ezért Dinnyi és Geri lesz a beszélgetőtársam ma este, és ráadásul három mikrofonunk is van. Három, azaz. Az se baj, hogyha az, aki beszél a mikrofonba, az nem fogyatékos. Tehát ez a mikrofonhoz jár egy viszonylag alkalmas ember, aki be tudja kapcsolni. Szóval, hogy van egy ilyen szabad, van egy ilyen free mic. És hogyha bárki, az nem azt jelenti, hogy ingyenes és hazaviheted, hanem hogyha bárki szeretne hozzászólni, vagy volna saját véleménye, akkor az elmarhatja ezt a mikrofont, és hogyha olyan valaki fölveszi, akkor így ilyen riadóláncba oda lehet adni a mikrofont bárkinek, és akkor elvileg hozzá lehet szólni ahhoz, amiről beszélni fogunk, aktuál politizálni fogunk. Illetve ugyanígy lehetőség van arra, hogy szabadon elmenjen bárki meditálni. Tehát, hogyha valaki nem a Robinak, hanem a Fannak a babérjaira törne. Már is küldjük el őket a kurva anyjukba, teljesen jogos. Szóval, hogy így az utóbbi hónapok során, annak ellenére, hogy volt Magyarországon egy parlamenti képviselőválasztás, olyan, mintha nem történt volna semmi. Tehát így úgy folytatódik, mintha itt semmi, és így, mintha meg se tudtunk volna semmit. Tehát mintha így igazából mi derült ki? Tehát mik a tanulságai azoknak a politikai történéseknek, amik az utolsó néhány hónapban zajlottak? Meg tudunk fogalmazni ilyeneket? Ezt majd a free mic-ba. Mert én biztosan nem tudok ilyen tanulságokat megfogalmazni. Amit tudok, az nagyon kevés. Amit viszont érzek, az, hogy az egyik legszórakoztatóbb eleme a jelenlegi politikai életnek a baloldal. Úgyhogy én azért is javasoltam, hogy a mai estének legyen a témája a magyarországi baloldal jelene, jövője és közelmúltja. Mondjuk a régmúltjában nem biztos, hogy érdemes belemenni, de azért nyilván lesznek visszautalások arra. Én akkor jöttem rá, hogy erről érdemes beszélni, amikor nemrég beszélgettünk egyébként nem túl menő társaságban, egy családi körbe a feleségemmel a magyarországi oldalról, és annyit nevettünk, mint elég régen. Tehát a műsornak úgy is lehet mondani, hogy lesz egy komoly része a baloldal múltja, és lesz egy elég vicces része, az pedig a baloldalnak a jelene. És hát nem tudom, a baloldali jövőjét azt tragédia vagy komédiába kell besorolni. Minden esetre sok olyan figura van a baloldalon, aki mosolyra húzza az ember száját, pláne így, hogy most már jelentéktelen figurák. És egyre jelentéktelenebbnek tűnnek, úgyhogy így viccesek is. Az az érdekes, hogy kezdjük talán Gyurcsánnyal. Várjál, ne kezdjük a Gyurcsánnyal. Én a Gyurcsányt akartam a végére hagyni. A végén jön a Gyurcsány leves. Jó, tehát szerintem Gyurcsánnyal kezdeni a baloldalt az olyan, mint a szexet elélvezéssel kezdeni, és utána nem nagyon van kedved már az előjátékhoz. De van, amikor az ember már annyira föl van izgatva, ezt hívják ejakuláció prékoxnak, én így vagyok Gyurcsánnyal, hogy így rögtön a Gyurcsány arcára élvez. Tehát ahogy előkerül a farka. Tehát így igazából nem tudja rendesen belerakni. Nemrég egy másik előadáson mondtam, hogy a legjobb megoldás erre, hogyha Brezsnyev szemöldökére gondolunk, mert akkor biztos nem fogunk hamar elélvezni. De talán kezdhetjük is innen. Tehát kezdhetjük szerintem a Kádár korszakból. Nem akarok egy nagy történelmi áttekintést adni, illetve dehogy nem, csak nincs hozzá képem, hogy ezzel húzzam az időtöket. Azt szerintem az egész baloldalnak azért fontos eleme, hogy 56-nak a bűnében fogant. Tehát tulajdonképpen részben a Rákosi és részben a Kádár rendszerben növesztette bele a gyökereit. És most nem akarok ennek abban a részébe belemenni, hogy Kádár milyen elvtelen kompromisszumokat kötött, stb., hogy Kádár csak a hatalmat akarta, vagy megmentette Magyarországot. Ezek nagyon szép kérdések, de most ezzel nem akarok foglalkozni, csak annyit akarok elmondani,
hogy Magyarországon a baloldal legfőbb gyökere, szellemi gyökere az az, hogy a Kádár rendszerben az emberek nagyon nagy része meghozott egyfajta kompromisszumot, mégpedig azt, és mondjuk ez a Kádárkor második felére igaz, amikor már nem voltak kivégzések, amikor már a TSZ-ben nem pisztollyal terelték be az embereket, vagy veréssel, vagy megalázással, hanem tulajdonképpen egy ilyen élni és élni hagyni. Igen, de szerintem, nem jó kifejezés a kompromisszum, a helyes kifejezés az alkú. Megalkulás. Lényeges, alkú. Igen, alkú. A kompromisszum az arról szól, hogy te autonóm módon hozol egy olyan döntést, hogy lebondasz bizonyos dolgokról másokért. Teljesen igazad van, nem volt másik fél, aki engedett volna. Vagy hát tulajdonképpen... Nem, Kádár is engedett. Az alkú, ez egy kétoldalú alkú volt. Nem lövünk géppisztollyal a tömegbe. Nem, lehet, még a kapitalizmust is engedélyezzük. Tehát kicsiben, piachozhatsz, trafikozhatsz, butikozhatsz, kapitalizmus is játszik. Lehet autód, lehet nyaralód, hétvégi házad, a Balaton a Riviera. Minden, tehát olyan dolgokat kapsz meg, amiket a keleti blogban senki cserébe, te két dolgot vállalsz. Az egyik az, hogy azt a balhézást, amit 56-ban csináltál, azt elfelejtjük, igaz? Igaz. A másik meg az, hogy egyszerűen elismered az autoritását a pártnak. Gyakorlatilag nem Kádárnak. Politizálsz. Igen. Tehát az volt a különbség, hogy a Rákosi rendszer nem tűrte, hogy te ne politizálj, a Kádár rendszer nem tűrte, hogy te politizálj. Tehát ez úgy hangzik, hogy Rákosi azt mondta, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Kádár azt mondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Tehát Kádár az támogatott téged abban, hogy szart le a politikát. Rákosi az büntetett azért, ha te leszartad a politikát. És egyébként jól látszik, hogy a mai magyar társadalomnak abszolút a Kádár rendszerben vannak a gyökerei, tehát az, hogy itt ülünk, és nagyobb közönség előtt politikáról beszélünk, ez valami egészen beteges műfaj. Tehát ki beszél Magyarországon politikáról? Vannak ezek a politikai közönségtalálkozók, vagy nem is tudom, hogy nevezzük ezeket. Lakossági fórumok, hogyha szocialista, és rezsicsökkentő fórum, hogyha fideszes. És akkor ott elmegy néhány ilyen vér. De tényleg elhangzik ilyen, hogy rezsicsökkentő fórum? Persze, ez így körbejárt Magyarországon. Mi a geci van? Kerületenként volt. Mi a geci van? És mi az, hogy rezsicsökkentő fórum? A vérfideszes ismerőseim elmentek, és meghallgatták Németh Szilárdot, mintha valami újat mondanak nekik, és ott kicsit csalódottak voltak. Nem tudom, mit vártak pontosan. De mi az, hogy rezsicsökkentő fórum? A fórum csökkenti a rezsit? Igen. És hogy jön ide a rezsicsökkentés? Az egy intézmény, de ez annyira durva, hogy már nem a Fideszhez tartozik a rezsicsökkentés, hanem a rezsicsökkentéshez tartozik a Fidesz. Tehát már nem arról van szó, hogy van a Fidesz, és az csökkenti a rezsit, hogy van a rezsicsökkentés. Nem arról van szó, hogy a Fidesz tart egy fórumot, aminek a témája a rezsicsökkentés, hanem van egy rezsicsökkentő fórum, ez a neve, és a Fidesz tartja. Ez valami elképesztő. Ez adja a Fidesz. Azt tudjátok, hogy olvastam egy cikket, és arról szólt, hogy mit tudom én, valaki a baloldalon, akit így mit tudja, azt mondja, Újhelyi, ha faszom, most tök mindegy. Újhelyi, miért, Újhelyi István, miért ellensége a rezsicsökkentésnek és a Fidesznek? Ebben a sorrendben. Tehát, hogy a rezsicsökkentésnek és a Fidesznek. Egyébként ez abszolút a rákosista módja az habony, MNP-nek. Habonyság! Ez habony. Ez a habonyság. Tehát, hogy ez a, hogy semmi új nincs ebben. Lehet, hogy nincsen, de én még ezt nem láttam élesben, élőben soha. Hát csak nem rezsicsökkentéssel. A rezsicsökkentés az elcserélhető kommunizmusra, vagy bármire. A hasonló jót ígér. Szóval azt akartam csak mondani, hogy nagyon nagy ritkaság, hogy itt ül több mint 30-50-100 ember, és ezen kívül még hasonló méretű lakossági fórumokon szoktak beszélni erről, és nagyjából ismerjük azoknak a közönségét, olyan mértékben elvakult emberek, akikkel teljesen független attól, hogy DK-s, fideszes, jobbikos vagy, nem is tudom mi van még, valószínűleg semmilyen értelmes párbeszéd nem folytatható vele, meghallgatják a
a napi imádságukat, vagy, vagy meghallgatják azt, akit, akiben ők hisznek, jól megerősítik magukat ebben, a célpont kimegy és röhög rajtuk majd utána az ország, hogyha ez egy baloldali dolog volt, jobb oldalon nem röhögnek, mert a baloldalnak nincs ilyen televíziós műsora, még nem fejlesztették ki, és akkor így ezzel lezárul. Tehát az, hogy valamiről itt beszélünk, ami politika, az már teljesen egy abszurd dolog, és ebben ugye a kádári kompromisszum van benne, hogy nem foglalkozunk a politikával, mert abból csak a baj van. Jó, csak ez úgy működik, hogy ha mi nem foglalkozunk a politikával, akkor majd a politika foglalkozik velünk. Tehát, hogy ez a viszonyulás, a politika és köztünk, ez nem felszámolható. Maximum fölmondhatjuk a kontrollt e fölött a kontextusrendszer fölött. És a magyar társadalom fölmondta ezt a kapcsolatot. Tehát arról van szó, hogy volt egy beszélgetésem a Benkő Dániellel. Benkő Dániel folyamatosan csúszott mászott, de tényleg, mint a mesztelen csiga. Így megpróbáltam így szembesíteni azzal, hogy így ő valaha a maga jogán egy művész volt, egy kulturált ember, és így kicsúszott mászott folyamatosan, ja igen, és hogy hova süppett. Tehát, hogy így mivé vált, és hogy így ő valaha egy valaki volt a maga jogán, és de nem hitt el, hogy ő valaki, és elirigyelte a senkiktől a senkiséget, és senkivé kellett válnia ahhoz, hogy elhiggye, hogy valaki lett. Érezzük ennek a drámáját? Tehát ő lantművészként ismert volt, és jó, de... Világszínvonalú volt! De mégsem volt olyan híres, mint Fekete Pákó, vagy Kiszel Tünde. Magyarországon nem volt olyan híres, de a világ minden táján vannak lemezei, basszus. De az nem az a fajta rajongás. Ja. Nem az a fajta rajongás. Ne hívjuk, hogy ki rajong Fekete Pákóért. Nem az a fajta... Ki rajong Kiszel Tündért? Senki. Tehát nagyon érdekes, hogy itt nem az a fajta sztárság van, akihez oda mennek autogramot kérni, hanem aki röhögnek, majdnem, hogy leköpik. De ismerik. És csak ez, hogy ismerik. Tehát, hogy a legfiatalabb generációk, a 20 évesek, akik már nem ismerték a Benkő Dánielt, és ő neki ez fájt, hogy a 20 éves puncik, azok nem tudják, ki az a Benkő. És ő elővette a faszát, hogy íme. Lantozok fasszal. És ide is volt egy beszélgetésem a Benkővel, amit később letiltott mindenhonnan, tehát nem engedte levetíteni, még egy nyilvános rendezvényen sem engedte. Tehát nem az, hogy egy tévébe, vagy internetre. Nehem! Egy nyilvános rendezvényen, ahol ott ült mellettem, azt mondta, hogy nem engedem. Letiltom. Hát ilyen szinten nem tudta vállalni a beszélgetés. És ott volt az a beszélgetés, hogy tőlem hiába várod, hogy én komolyan vegyelek, vagy hogy komolyan vegyem magam, vagy hogy így mit vegyek komolyan. Ezt a komolyságot, ezt hagyjuk a politikusokra. És ez egy nagyon-nagyon fontos mondat volt. Benkő Dánielnek a szájából általában a szar fröcsög, de ebben a pillanatban valamire ösztönösen, vagy zsigerből valamire rámutatott. Nem ő mutatott rá, hanem a lényével mutatott rá. Tehát, hogy is mondjam, Isten mutatott rá Benkő Dániellel valamire. Vagy most hogy fogalmazzak neked? Tehát Benkő Dániel által értünk meg most valamit. Amikor azt mondja, így zsigerből azzal hárítja el a komolyság, a önmaga és a világ komolyan vételének az igényét azzal hárítja el, hogy azt hagyjuk a politikusokra. Tehát, hogy mi érjük be a bulvárral, nekünk ne legyen igényünk ez a komolyság. És ő ezt felszabadítónak érzi. Ő azt érzi, hogy ez őt nyomasztaná ez a komolyság, milyen jó, hogy vannak politikusok, akik komolyan veszik ezt helyettünk, ezt a világot. És az az igazság, hogy ebből az attitűdből következik az, hogy tehát ez gyakorlatilag miről szól, ő szabadkártyát ad a politikusnak, hogy bármit csináljon, és deklaratíve lemond arról, hogy ő kontrollálja a folyamatokat, ami körülötte zajlanak, vagy hogy a politikusokat egyáltalán igényt formáljon arra, hogy értse, és foglalkozhasson azzal a témával, ami a politikusoké. Nem, az ki van utalva a politikusoknak, és az ő dolguk, és ők elvégzik neki, az a társadalmi funkciójuk, hogy a buszvezető buszt vezet, ahogyan a programozó programoz, vagy ahogyan a hentes levágja az állatot, úgy a politikus az komolykodik. Azért komolyan veszi ezt az egészet. Csak hogy van egy olyan probléma, hogy kire bíznánk rá utolsó sorban mondjuk a kutyánkat,
vagy a családunk menedzselését, vagy kit választanánk meg egyik utolsóként főnökünknek, és kire bíznánk az országot legkevésbé, hát azokra a politikusokra, akiket ismerünk. Az emberek többsége nem azzal a naív gondolattal bízza a politikát a politikusokra, hogy hát majd azok elvégzik, ahogy a hentes levágja a barmot, hanem sokkal inkább azzal, hogy fúj, ezek a politikusok olyan undorítóak, én nekem ez az egész politikával nincs is kedvem foglalkozni. Na most az a helyzet, hogy a politikusok meg röhögnek a markukba, és abszolút érdekeltek ebben a fajta társadalmi alkuban, és ilyen módon, paradox módon nem is abban érdekeltek, hogy ők tetszenek, és népszerűek, és minél sikeresebbek legyenek, hanem bizonyos értelemben abban érdekeltek, hogy fenntartsák a politikai osztálynak a társadalmon kívülállását, és a társadalommal részben szemben létezését, ha nem is szemben állását, de szemben létezését, mert ha az emberek elkezdenének foglalkozni a politikával, akkor a politikusokat az nagyon-nagyon zavarná, mert beleszólnának például a dolgaikba, vagy egyáltalán számot kéne adniuk bizonyos tetteikről. Hát elkezdenének az emberek nyomást gyakorolni a politikára, és a politika súlypontja, mert a politika az két dolgot jelent. Egyrészt jelenti ezt a szart, amit utálunk, de másrészt meg jelenti a közös ügyeink intézésének, a menedzselésének a folyamatát. És akkor az történne, hogy a politika súlypontja kicsúszna a politika alól. Tehát a politikai osztály alól, a politikai intézményrendszer alól a politika súlypontja kicsúszna, és így elkezdenek közelíteni a társadalomhoz. Na, ők ezt nem engedhetik és meg. Nem csak pusztán arról van szó, hogy nem szeretnék, hogy más beleszóljon, hanem egy ilyen típusú változás nyilván a politikai osztályt egyfajta versengésre késztetné, arra késztetné, hogy kiszelektálódjon belőle az, aki alkalmatlan, aki korrupt, stb. Nyilván ez a kiszelektálódás sehol sem 100%-os, sőt, mindenütt tele van korrupt emberekkel. Jó kérdés, hogy alkalmatlanokkal is annyira tele van-e mindenütt, de mondjuk korrupció az egészen biztosan van, hatalomvágy, pszichopaták az egészen biztosan mindenütt van, és ha ez megtörténik ez a kiszelektálódás, az a jelenlegi politikai osztálynak egzisztenciálisan nem csak az anyagi értelemben, hanem a szellemi értelemben is egyfajta végét jelenteni, tehát az ő számukra nagyon kellemes az az állapot, amikor mindenki undorodik ettől. Na hát mi nem undorodunk ettől, mi beleturkálunk ebbe a csatornaszennybe, azért, mert úgy gondoljuk, hogy különben el fog minket önteni. De nincs másik, tehát nincs másik politika. Tehát ha ettől undorodunk, nincs másik, amit intézzünk, ez az egy van. Tehát ha büdös, ha ez nekünk büdös, akkor nincs más, mint elhagyni az országot, vagy belső emigrációba vonulni, és átengedni, tényleg, lemondani erről. Bocsánat, ha elmész ebből az országból, és abban a másik országban állampolgárrá válsz, nem csak a szónak a jogi értelmében, akkor ott is előbb-utóbb szembesülni fogsz a politikával, részben nagyon hasonló problematikákkal. Lehet azt gondolni, és biztos így is, hogy vannak szebb helyek, ahol a politikai osztály kevésbé undorító, de részben mindenütt undorító, és részben mindenütt nehéz és kellemetlen feladat vele foglalkozni. Ez kicsit olyan, mint a társasházi közgyűlés. Nem tudom, hogy voltatok-e már társasházi közgyűlésen. Nem nagyon szeret oda járni az ember, tele van idiótákkal, meg tele van adott esetben néha erős hatalommal, akit nehéz megdönteni, legyen az egy közös képviselő, vagy képviselet, vagy pedig egy lakó, aki nagyon sok hatalmat. Kifejezetten egy vérnyugger. De ha lyukas a tető, és ömlik a lakásodra a víz, akkor kénytelen vagy elmenni, és majd mindenkinek az életében eljön az a pillanat, hogy kénytelen lesz elmenni közgyűlésre. Fenyegetőzzé. Eljön az a pillanat, mikor nem jár helyetted a nem tudom kicsoda. Valaki mondjuk ügyvédet küld, aki nagyon gazdag, de hát akkor ő meg a politikához is küld egy ügyvédet, vagy nem tudom mit csinál. De a lényeg, hogy mi viszont foglalkozunk a politikával, és akkor egy picit jönnék a jelen felé és a baloldal felé, mert most a múltból indultunk, a Kádár rendszerből, és egy ilyen elméleti alapozásba csúsztunk át. Robi megalapozta bennetek a politika iránt igényt, és akkor én élnék ezzel a lehetőséggel. Szerintem nagyon jó kérdés az, hogy a baloldal, az a baloldal, akit most ismerünk, most ne foglalkozunk azzal, hogy ez tényleg baloldal, meg csak mondják, hogy baloldal, meg bankárokból áll, meg luxus baloldal, de ezekkel ne foglalkozunk. Tudjuk, kiről beszélünk, arról, aki nem olyan rég az MSZP volt,
vagy az MSZP-SZDSZ volt. És úgy szakadt négy felé, hogy nem szakadt szét. Igen, és ma pedig elég jól azonosíthatóan szintén egy. Tényleg zseniális, hogy úgy szakadt négy felé, hogy mindenki azt várta, hogy belülről szakad, és nem, hanem kívülről szakadt négy felé. Összeszakadt, igen. Annyira összefogott, hogy így összefogott, nem tud visszafogni. Egymásba szakadtak. Na most szerintem tök érdekes föltenni, és akkor még mindig egy picit a múltba járunk, de már a rendszerváltás után, hogy miért lehetett sikeres ez a baloldal. Én összeszedtem magamba három vagy négy érvet, vagy tényezőt inkább, hogy miért volt sikeres, és ha van szabad mikrofonunk, akkor egyébként hozzá lehet tenni nyugodtan ötödiket is. Én egyrészt abban látom a baloldalnak a sikerét, hogy valamilyen értelemben az előző rendszernek azok a tagjai, akik értelmesek voltak és érvényesülni akartak, azok egy választási lehetőség elé kerültek, vagy ezt ellenzéki módon teszik, ami nem feltétlenül jelent parlamenti ellenzéket, nem feltétlenül jelent parlamenten kívüli, vagy illegális ellenzéket, lehet, hogy szellemi ellenzéket jelent, hogy elment egy matek tanszékra, és soha nem foglalkozott a közügyekkel, hanem csak számolta a pi tizedes jegyeit egyre tovább. Ilyen módon volt ellenzéki, hogy az egész rendszerre szart már, bocsánat a kifejezésért, de lehet, hogy tényleg ellenzéki volt. Azonban ezt kevesen választották, a többség, aki akart valamit, az valamilyen értelemben beállt a sorba. Lehet, hogy nem lett a pártnak a tagja, de együttműködő volt, és nagyon sokan úgy gondolták, hogy a szovjet hadsereg itt állomásozása, a vörös hadsereg itt léte, az egy szükségszerűség, nem tudunk ellene mit tenni, akkor pedig sokkal észszerűbb ezt a rendszert belülről megpróbálni, megreformálni. Én nem ítélem el ezeket az embereket, ők erkölcsileg majd felelnek ezért, ha felelnek. Sokszor érthető ez a választás, azt választották, hogy megreformálják a rendszert. Most ebből adódóan a baloldalban volt egy csomó szellemi potenciál. Tehát itt gondolok újságírókra, akik mind a baloldalhoz kötődtek. Zárójeles megjegyzés, jellemző, hogy a szélső baloldaliak, azok, akik inkább a munkásőrséghez tartoztak, akik az MSZNPB és a kemény irányvonalat követték, akik nem Hruscsovot, hanem Brezsnyevet választották Magyarországon is, vagy választották volna, azok sokkal inkább átmentek a jobb oldalhoz a rendszerváltás után. Tehát ahogy mit tudom én, a Krudinák, Alajos Bencsik, meg tehát a sorra kerültek át ezek az arcok, ők jellemzően mindig baloldalról jöttek. Jó, van kivétel is egyébként, tehát tudunk kivételt is, de azért mégis nagyjából így van. Azok a liberális baloldaliak, mint a, mit tudom, a Havas Henrik, vagy nem tudom, kiket mondjak, azok meg jellemzően inkább a baloldalnál kötöttek ki. Hiába mondja el minden műsorában jelenleg havasnálik, hogy ő MDF-es volt. Ez kihiszi el neki. De mindig elmondja. Annak a Havas Henriknek, aki a Horn kormány idején 4 napon keresztül volt államtitkár, csak azért, hogy utána a végkielégítést fölvehesse. 4 napig! Hát fél, ha csak ilyen cinikus geci a világon ha csak nincs! Akkor, ha csak azért volt, akkor igaz lehet. Egyébként jól csinálta, mert 4 nap alatt annyi kárt nem tudott okozni. Tehát, hogy amit így a tévében, tehát így képzeld el, hogyha így igazi hatalmat kap. Tehát jobb így, tehát így még mindig jobban jártunk. Megkapta a végkielégítést a mi pénzünkből, a mi adónkból. De hogy ehhez milyen cinizmus kell? Tehát ez az a fajta cinizmus, ami úgy mar, mint a sav. 4 napra elvállalod, és 4 nap múlva fölmondasz, és csak azért pont 4 nap múlva, hogy fölvehesd a végkielégítésedet. Szerintem annyi minden történt azóta a politikában, hogy ez már egy ilyen szép romantikus emléknek tűnik. Mindenesetre így volt. Utána meg magyarázza, mindezt a Horn kormányban, és utána azt magyarázza, hogy ő MDF-es. Ez, hogy MDF-es volt. Végig. A 4 napban, nem annyira, de mint a csoda, olyan, mint a csoda rabbi. Na, visszatérve. Ja, egyébként minden beszélgetés során így megjegyzi, hogy ő egyébként nem zsidó. Tehát így a mellkasz szőrébe belegabajodott aranykereszt, az nem elég. Tehát azt erre figyeljünk. Tehát, szerintem az a különbség, hogy minden a heti hetesben is így mindig így jelzi, hogy egyébként ő nem zsidó. De hogy, és közben ő az, aki antiszemitáz másokat. Tehát amikor valaki más éppen bazdmeg azt mondja, hogy a való világ az olyan volt bizonyos értelemben, mint a holokauszt, nagyon profi módon meg volt csinálva, és ezzel utal arra, hogy
bármilyen profi módon is van megcsinálva, ez nem menti fel a morális felelősség alól. Ahogy a holokausztot se, ahogy a holokausztot se, úgy a való világot se. Ilyenkor Havas Henrik az, aki antiszemitáz. Ő az, aki... És tudjátok, hogy ez hogy működik? Mi a recept? Először nem szabad levegőt kapni. Hát először ilyen fulladásos állapot van. Mit mondott a Puzsér, hogy a holokauszt meg a való, hogy ez hogy jön? Hát ez, hogy jön ez egymáshoz? Hát ez mi? Ez megőrül? Hát így imitálni kell egy lábon kihordott infarktust először. És akkor így azután, így egyszerűen a zseniális recept az az, hogy úgy kell csinálni, Kálmán szolga ennek a nagymestere, úgy kell csinálni, mintha nem értenéd, pedig valójában nem értesz vele egyet. De ezt nem tudhatja meg a néző, hogy te nem értesz vele egyet, hiszen te egy független értelmiségi vagy, vagy egy ilyen független, tehát hogy te egy újságíró vagy, te csak kérdezel, te csak kíváncsi vagy. Ez a hazugság. Tehát valójában te pontosan érted, hogy mit akar mondani adott esetben a Schiffer, adott esetben a Puzsér, de te eljátszod azt, hogy te nem érted. És amikor öt ember ül, az meg a Havas a pályán című műsorban, öt ember ül körbe egy asztalt, mi, az már 12 diploma, vagy valami ilyesmi, és ők nem értem, hogy jön ide, hogy jön a holokauszt a való világhoz. És úgy, hogy bazeg, géplakhatosok értik, bazeg, hogy miről van. És így lehet jól kirekeszteni. Tehát ez a kirekesztésnek az eszköz, ez a kirekesztés módszertana. Hogy hát ezt nem értem. A humánum az bennem olyan mélyen gyökerezik, hogy egyszerűen az agyam így ledobja a rigaláncot, bazd meg. Hogy jön ez? Ez a hozzáállás. De viszont minden adódó alkalommal, amikor a heti hetesben ülünk, ahol hát így vannak zsidók. Ott így minden alkalommal jelezni kell, demonstratíve, deklaratíve jelezni kell, hogy én nem vagyok zsidó. És ez Havas Henrik sosem mulasztja el. Soha, semmilyen körülmények között. Miféle ember az ilyen? Miféle ember az ilyen? Egy társaságban elkezdeni arról beszélni, bazd meg, hogy itt mindenkinek tömve van a foga, de nekem. Egy tömésem nincs. Én, ha jól látom, itt mindenkinek hullik a haja, hát elég sokan megkopaszottatok nekem. Nincs ilyen problémám. Mindenkinek súlyfeleslege van, úgy látom. Nekem nem súlyfeleslegem van, én el vagyok hízva. Nagy különbség. Ehhez mi kell? Tehát, hogy így bazeg, mi a kurva anyját képzel már ez az ember? Most a Havas Henrik fél óra is, aztán folytasd, kérlek. Egyébként a Puzsér is hozzám járt a médiaiskolába, következő téma. Szóval... Soha nem jártam Havas Henrikhez a médiaiskolába. Ez a baj. Nagyon látszik is. Ez a baj, Robikám. Sose késő. Szóval ott tartottunk, hogy az egyik, hogy ez a bizonyos elit, akinek egyébként Havas Henrik egy tehetséges tagja, ez... A baloldal mellett. Hát, hiába. A tehetség az nem jelent erkölcsi minőséget. Egy tehetség. Egy dolgot tud a Havas Henrik, bazd meg, a nevén kívül. Azaz, egyetlen egy dolgot tud a Havas Henrik. Azt tudjátok mi? Hogy a Havas Henrik nem akarja, hogy szeresd. Az összes többi kibaszott média szereplő, beleértve a politikai médiát, a szórakoztató médiát, az ismeretterjesztő médiát, bár ilyen nincs. Mindegyik azt akarja, hogy szeresd őt. Ez a Havas Henrik az egyetlen, és ebben tényleg unikális, és ez az ő nagy tehetsége, ez az ő nagy találmánya, nem akarja, ne szeresd. És ez az, hogy ebből egy karaktert föl lehet építeni, egyébként az érdekes, hogy ez egy tök tartalmatlan póz. Tehát ez egy tök tartalmatlan póz, és tényleg csak egy arcos geci van mögötte. Semmi más. De az egy... Ez már egy akkora novum, egy akkora know-how a magyar médiában, meg a magyar nyilvánosságban, hogy ettől Havas Henrik már tagadhatatlanul, még mi is el kell, hogy ismerjük, hogy bazeg, valamit tud a csávó.
hogy ezt el tudta engedni, hogy így, mert a legtöbb média szereplő az úgy áll hozzá, hogy szeress még! Szeress még! Most szeress jól! Havaserik nem? Ez az, hogy egyáltalán, hogy egy ilyenre valaki képes, boruljunk le a nagysága előtt. Na jó, ne! Szóval ez teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy Havaserik miért és hogyan, de egyértelműen a Kádár rendszer végének az elitje. Tehát az teljesen egyértelmű. Meghatározó véleményformáló. És az elitje is egyébként. És ez sokféle területen a baloldalhoz kötődik ez a típusú értelmiség. A jobb oldal el volt nyomva, tiporva, hanyagolva, stb. Oda bizony egyszerűen kevesebb diploma jutott. És ez nem olyan jelenti, hogy rosszabb minőségű emberek vannak, hanem darabszámot jelent elsősorban, és persze hatalmat is jelent, stb. És akkor áttérünk a következő témára. Nem csak, hogy a szellemi elit, hanem egész egyszerűen a gazdasági elit is nagyon erősen a baloldalhoz kötődött, hiszen maguknak kiprivatizálták az egész országot. Szépen lenyúlták. Erről talán többet nem is érdemes mondani, mert ez a napnál világosabb. A következő téma, ami a baloldalhoz kötődik, ez az előbb említett kompromisszum, ami a Kádár nosztalgiában fogalmazható meg, hogy bár nem igaz, hogy nekünk jó volt, mert aki nyugatra elment, az rájött, hogy nem, de mégis azt hazudtuk magunknak és egymásnak, hogy nekünk azért sokkal jobb, mint a Ceausescu féle Romániának. Ez egyébként igaz volt, csak ez nem volt elég érve arra, hogy jónak tartsuk, ami van. És akkor majd biztos, hogyha baloldal lesz, akkor visszatér ez a dolog, és tulajdonképpen itt minden jó lesz, és minden olyan békés lesz, és azért mindenkinek lesz megélhetése, nem lesz veszélyben semmi. És akkor még utolsónak marad talán az a jobb oldallal szembeni, sokkal inkább a Rákosi korszakban gyökerező érrendszer, hogy a jobb oldal alapvetően fasiszta, de még inkább náci, és a baloldalnak az a feladata, hogy megvédje ettől az új holokausztól tulajdonképpen a Magyarországot, és már az MDF-fel szemben ugyanúgy, a Fidesz-szel szemben ugyanúgy, az volt az egyik legfőbb érv, hogy ha ezek jönnek, akkor először Horthy, aztán Szálasi, és aztán Hitler fog gyakorlatilag uralomra jutni egy lépcső folyamán. De szinte érezhető, hogy mennyire szenved a baloldal attól, hogy a Hitler után már nem tud pakolni semmit. Tehát, hogy egyszerűen... Kéne valami. Bubi, dáma, király, ász. És ide még kéne egy lap, bazd meg, hogy meglegyen hát mindig, a fős. Várja, és nem, és nincs, bazd meg! Mindig megpróbálták legyártani, és egy Jolly Joker. Ez a Jolly Joker. Ugye, aki, jó, ez aki a Jolly Joker, rá, ami a pókerben nem játszik. Aki emlékszik rá, az legyártották Szabó Albertet, legyártották Bács Fidiánát, részben legyártották Vona Gábort, sok közük van hozzá minden esetre, hogy van nekünk Vona Gáborunk, vagy éppen Novák Elődünk, vagy éppen Gaudi Nagy Tamásunk, teljesen mindegy, hogy hívjuk. Tehát igazából sok mindent megtettek azért, hogy legyen még Hitlerre is ráhúzunk egy lapot, de mindegy, ez nem sikerült, mert Hitler azért eléggé mindenvívő a maga, ugye a világ legnagyobb náci diktátora, azért el kell ismerni. Meg kell adnia neki is azért a kredit. Tehát ahogy Havaserik a maga műfajában tényleg a legnagyobb, úgy Hitler mégis okkal. Hitler se akarta, hogy mindenki szeresse. Tehát ő se az a populista volt, de nem, ő nem akarta igazán, hogy mindenki szeresse. Nem, vagy egy zsidók, buzik, nem kell neked. Ezért kimerte mondani, hogy ebben a mozgalomban nem kell a szavazatuk. Így nem mondunk. Jobb egyensúlyt talált, mint Havaserik abban az értelemben, hogy sikeresebb volt. Hogy Havaserik azt látszott, hogy mindenki utálja nagyjából. Hitler az egy kicsit finomabban szabályozva lőtte be, tehát hogy a zsidók, buzik, cigányok, balosok azok utálnak, a többi meg nagyon szeret. Továbbra is keressük a zsibucit. Egyébként. Ez hozzátartozik, hogy továbbra se ismerünk zsibucit. Rengetegen hazudják, hogy ők ismernek zsibucit, de egyelőre, ugye a zsibuci az a zsidó, buzi, cigány. Hát ennek egy emberen belül kell egyesülni, úgy nem jó, hogyha három embert hozol, vagy kettőt. Hát keressük a zsibucit. Hát várj, a YouTube-on írták a kommentekbe, hogy a Puzsér az, nem? Nem olvasok YouTube kommenteket, de gondolom, hogy írták. Ez információ szabadsága. Ez lehet a következménye ennek. Tehát ez a kurva információ szabadsága. YouTube-on írták kommentekbe, sose olvastam ilyet, de...
Logikus, hogy írták. Nem nagyon szerintem a internet értelmiség. Na, és akkor lássuk, hogy hogyan számolta föl tulajdonképpen részben a baloldal önmagát, részben a jobb oldal ezeket a dolgokat. Tehát nem is tudom, most nem figyelek a sorrendre, kicsit össze-vissza haladok. A Kádár nosztalgiára ott a rezsiharc. Tehát tulajdonképpen ki az, aki kádáristább dolgot ki tud találni a rezsiharcnál? A rezsi csökkentés a kádárista. Bocsánat, a rezsiharc az már... Teljesen igazad van. Az embereket általában a rezsiharc nem is érdekli, a rezsi csökkentés viszont nagyon érdekli. A rezsi csökkentés a komplett társadalmat érdekli. A rezsiharc az pedig a, hát a, hogy mondjam, azzal a jobbikból lehet darabokat kiharapni. Bár a választási eredmények nem ezt jelzik. Hát dehogy nem. Növekedett a jobbik. Hát növekedett, de az MSZPK-ral és nem a Fidesz. Az a kérdés, hogy mennyire növekedett volna, ha nincs a rezsiharc. De így arról van szó, hogy a Habony Árpád az két olyan dolgot kapcsolt össze, amiknek amúgy semmi közük nincs egymáshoz. Az egyik, ez a jóléti osztogatás. A másik, az pedig az ilyen dacos, kurucos, nyugatellenes, ki ha én nem attitűd. Igen. És ez a kettő dolog, ez olyan szinten két különböző dolog volt, hogy az egyiknek az MSZP volt az ászlóvívője, vagy a Horn Gyula volt, azt hiszem, hogy a Horn Gyula ment a legmesszebb. Horn Gyula volt ennek a megtestesülése. Igen, a Horn Gyula ment ebben a legmesszebbre, aki megígérte a nyuggereknek az ingyen repülőjegyet, tehát hogy ingyenes repülést, tehát hogy így végül nem teljesítette, és így is csődbe ment a malév. Képzeljétek el, hogy mi történt volna, ez teljesül. És a nyuggereknek nehogy azt higgyetek, hogy gátlásaik lettek volna, hogy Bora-Borára utazzanak Malévval ingyen. De Horn Gyula úgy gondolt, hogy hát azért a nyugger is úgy gondolja, hogy azért csak nem Bora-Borára. Bocsánat, ha a puzséroknak ingyenesítették volna a repülést, te is elutaztál volna Bora-Borára. Na, abban nem ment volna tönkre az ország. Na, tényleg, a másik, annak viszont meg a miép volt, és Csurka volt az ászlós hajója. Tehát, hogy itt a csurkai gondolatot, ami a nyugatellenes, vagy hát globalizációkritikus, euroszkeptikus, kurucos attitűd, tehát a csurkai élményt, és a Horn Gyulai élményt, aki pedig így mindent a nyuggernek. Tehát, hogy így az meg az... Ezt a kettőt összekapcsolta. És a csurka, tehát hogy így tényleg olyan, hogy így virtuálisan, tehát így a csurka asztrál teste megbaszta a Horn Gyula asztrál testét, és megszületett belőle második Orbán Viktor. Azért mondom, hogy második, mert az nem az első ciklus, tehát a az második. Az első az még ott az első Orbán Viktor az más. Az útkeresés. Az első, nem szerintem, az első Orbán Viktor tök más lapra tartozik, és az, ha az első Orbán Viktor maradt volna hatalmon. Az nem kádárista rendszer volt. Nem, abszolút nem. Az sokkal inkább volt hortista rendszer egyébként, abban az értelemben, hogy mindenféle külsőségekben magyarkodott. Szimbólum politizált, ami az embereket egyébként nem nagyon érdekli, mert mi Kádár népe vagyunk, és nem Horthy. Meghasította a társadalmat, és azt gondolta, hogy így övé a nagyobb darab. És így akárhányszor hasogatta a társadalmat, mindig egy kicsit a kisebb lett az övé, bassza meg. De hogy amint belebújt Kádár apánknak a bőrébe... Nem volt. Tehát így egyesített mindent, amit szeretünk. Tehát így onnantól kezdve... És jött Habony, és azt mondta, hogy klónozok neked, Viktor, egy olyan csodaköpenyt, amit részben Horn Gyula bőréből, részben Csurka bőréből fogok megvarni neked. Olyan csodaköpenyt, amit hogyha fölöltesz magadra, mondta Habony, akkor Magyarországon mindenki imádni fog. És akkor arra mondta az Orbán Viktor, hogy és a csodaköpeny mindent megold. És azt mondta a Habony, hogy szinte mindent. Egy valamit nem. Viktor, egy baj van, amit a csodaköpeny sem tud kezelni, az az igazság, hogy félnek tőled. Az emberek félnek tőled. Túl karizmatikus vagy, túl erős a személyiséged. És akkor mondta a Viktor, így ránézett a Habonyra, és kérdezte, hogy akkor mit csináljunk? És a Habony, ilyenkor nem jön zavarba,
Azt mondta, hogy Viktor, semmi gond nincsen. Ezt is megoldjuk, ahogy mindent. Be fogod engedni a hálószobádba a Hot magazint, és akkor majd nem fognak félni. És Orbán Viktor azt mondta, hogy hát ha ez az ára, gyűlölő, tehát minden, hogy mondjam, a Hot magazin minden, ami nem Orbán Viktor. Azt nem tudom, hogy ez azért valamennyire így talán azért érzékeny. Például a Hot magazin nagyon kiáll a rezsi emelkedése mellett. Nem így értettem. Kulturálisan, egy nagyon kulturális felhőben értelmeztem ezt a dolgot, de a lényeg az az, hogy azt mondta, hogy hát, ha ez kell, ha a habony, azt mondta, azt meg, de tényleg a habony az ilyen igazi Rasputin. Én nem szeretem a habonyozást, meg nem szeretem a romverberezést, megmondom, hogy miért. Azért, mert eltereli a felelősséget, valamilyen láthatatlan hátsó... Nem láthatatlan! Habony Árpád nem láthatatlan, egy valós pszichopata! Nem átlátszó, bazdmeg, olyan Habony Árpád, nem Habony Árpád. Habony Árpádra senki sem szavazott. Dehogy is, nem mindenki Habony Árpádra szavazott, bazdmeg, kétharmadok kapott Habony Árpád. Ezért le sem tudjuk váltani Habony Árpád. Dehogy is, ne... Mi nem tudjuk. Nem, mi kevesen vagyunk. Senki sem tudja leváltani. Szerintem igenis a politikusok nem érdekel ki a tanácsot, ki készítette föl. Jó, akkor hívjuk, jó, akkor olvasszuk bele, olvasszuk bele. Jó, rendben, olvasszuk bele Habony Árpádot Orbán Viktornak a tudatába. De azt úgy tudjuk beleolvasztani, hogy a Habony Árpád nem Orbán Viktor tudatának egy része, vagy Orbán Viktor tudattalanja, Habony Árpád Orbán Viktor felettesénye. De ez megint politikai mítoszkreálás. Engem ez nem érdekel. Ja, jó, várja, nem várja, érdekel, várja. Hogy Kádár János otthon nokedlit evett, vagy éppen a hokedliről ette a töltött paprikát. Mit evett? Krumplileves, geci. De valami nagyon egyszerű, de tyúkokat tartott. Ez engem nem érdekel. Engem nem érdekel, hogy ki mondta Orbán Viktornak, meg ő milyen viszonyban van az X-el. Jó, mindegy, de nem a Habony Árpád személye a lényeg. Az a lényeg, hogy Orbán Viktort megfogta a két hátsó lábánál fogva a bulvár, és megbaszta. Jó, az ez történt, és azóta Orbán Viktortól nem tudnak a népek félni. Ez kellett, ennyi kellett. Ebben egyébként teljesen igazad van, csak az a baj, hogyha mindenféle megnevezett vagy meg nem nevezett Rasputinokra kenjük ezt a dolgot, az megint csak azt mondhatja, hogy a leváltható politikusaink nem, mintha nem lennének felelősek. De igen, Orbán Viktor a felelősségen nem érdekel, hogy ki tanácsolta, nem érdekel, hogy ki nevelte. De én nem az Orbán Viktort akarom felmenteni. De nem. A történelmi hűséghez hozzá tartozik, hogy Orbán Viktornak van egy felettesénye, akit Habony Árpádnak hívnak. Nem érdekel. Szabadjon kimondani. Nem érdekel. Félre visz, téves, tévútra visz, és mindenféle habonyok ellen akarsz majd harcolni, miközben csak annyi a dolgod, hogy Orbán Viktorra ne szavazzál, vagy éppen szavazzál. Meg, meg elbasztam, mert így Orbán Viktorra szavaztam, mert a habony miatt, de így most jó, hogy szólsz. Hát majd 4 év múlva bassza meg. Visszatérve, tehát a Kádár nosztalgiát azt Orbán Viktor azt teljes mértékben vitte. A jobb oldaltól való félelmek részben azért kerültek kiváltásra, amit a Robi mond, mert ugye belement ebbe a sokkal kevésbé félelmetes szerepbe, részben azért, mert érkezett egy sokkal erősebb félelmet keltő jobb oldal, tehát ott van a Jobbik erre a szerepre. Én nem gondolom, hogy a Jobbik a Fidesz kreatúra, én sokkal inkább úgy gondolom, hogy a Jobbik, ha valaki, akkor a baloldalnak a kreatúrája, de ez teljesen mindegy abból a szempontból, hogy a Fideszt nácizni sokkal inkább nevetséges Vona Gábor mellett, és amikor Vona Gábor támadja egyébként szélső jobb oldalról a Fideszt, és simán akár lezsidózza a Fideszt, akkor ugye sokkal nehezebb a Fideszre ráhúzni, hogy náci. Tehát ez az aduász is kiesett. Na most az elit... Nél két dolog is történt. Egyrészt úgy gondolom, hogy a
Fidesz az tudatosan épített magának egy elitet, aki most olyan, amilyen, meg a minőségéről ne beszéljünk, de az szándékos volt, hogy olyan dolgokat megtett, amik, és ezt ki is mondták, tehát ezt nem is titkolták, és ennek arcai és nevei is vannak egyébként, és nem olyanok, mint Habony, hanem egészen a előtérben lévő arcok és nevek, akik simán benyomultak az elit pozíciókba. És szép lassan az idő is a baloldal ellen dolgozik ezen a téren, mert ahogy nem mentek egyetemre adott esetben, vagy az egyetemen háttérbe szorultak, vagy az egyetemen a műszaki vonalra szorultak azok az értelmiségek, akik jobboldaliak voltak, most már ez a tendencia egyszerűen életkori sajátosságban nem így van, simán mehet valaki jobboldali meggyőződésekkel egyetemre, mint hogy korábban is mehetett, de mégis nem biztos, hogy sokra jutott akkor, hogyha a kádári kompromisszumot nem hozta meg. Ezen kívül... Alku, így van, ebben viszont teljesen igazad van a Habony ellentétben. Habony nevének mantrázásával ellentétben. És akkor nem tudom még, mit felejtettem ki, ja igen, a gazdasági elitet. Hát az történt, hogy, és szerintem ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy abban a pillanatban, hogy kialakul egy elit, mindig lesznek olyanok, akik ebből kiszorulnak. Tehát, hogyha gazdasági elitről beszélünk, ha csak nem nyer mindenki valami kormányzati pályázaton, de még akkor se nyer eleget, mindig lesznek üzleti vetétársak. Magyarul kialakultak olyan egyébként nagyon gazdag emberektől, vagy cégektől származó gazdasági érdekkörök, akik lehet, hogy a vagyonukat a Kádár rendszer végén szerezték a állami vagyon lenyúlásával és privatizálásával, de már valamilyen módon kiszorultak azokból a körökből, és egész egyszerűen egy új elitet akartak építeni, gazdasági értelemben is, vagy a gazdaságukat kiszolgáló módon, és úgy gondolták, hogy sokkal célszerűbb nekik egy új lóra tenni, mint a baloldalon menni tovább. Részben pedig hát olyan gazdasági erőkről is szó van, akik előtte nem voltak olyan jelentősek. Na most szép lassan minden elittel szemben kialakul egy ellenelit, itt is kialakult, és szép lassan ezzel megszűnt a jobb oldalnak tulajdonképpen az összes hátránya, miközben a baloldalnak nem nagyon maradt előnye, mert elfogytak a muníciói. Szóval ez így a történelmi áttekintés, erre mondtam, hogy ez nem lesz olyan vicces, remélem azért unalmas sem volt. És akkor következzen szerintem a seregszemle. A seregszemle, tekintsük végig ezen a mezőn, ezen a síkon, ahol felsorakozott a baloldal apraja és nagyja. Menjünk végig párcsaládonként. Én továbbra is használom, hogy fejezzük be Gyurcsányjal, mert az olyan szép lenne, ha Gyurcsány fejezünk be. Seggszemle. Induljunk az MSZP-től, mit szólsz hozzá? Tehát magától az MSZP néven fungáló pártól, aki jelenleg úgy látom, hogy erősen két osztatú párt, vagy két érdekcsoportra bomlik, bár nyilván sokkal több van, és azok egymással is harcolnak, de van egy erősebb vonal, aki nagyjából egy ilyen hídgyűlis beütéssel rendelkezik. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ők ténylegesen a hídgyűlökezetének tagjai lennek, fogalmam sincs. Pedig részben igen. Tényleg? Igen. Akkor eltaláltam véletlenül, de egyszerűen, ha rájuk nézel séróra, akkor az a porszívó ügynök jelenik meg, akinél ott van a szépen az öltöny, meg van borotválkozva, és nagyon slágfertig módon elmondja a véleményét, de közben tartalmilag a dolog vagy üres, vagy gázos, vagy egyszerűen el akar neked adni valamit. Ennek a csoportnak egyértelműen Mesterházi Attila szerintem a húzó neve, aki tényleg, mintha egy amerikai kis egyházból, vagy ilyen új protestáns egyházból lépett volna elő, és olyan, hogy mondják, ez fórumokat tart, olyan fórumok, ott van a zsinóros. Az a durva, hogy a Fideszben is vannak ilyen figurák. Vannak, abszolút meg vannak. A Lázár meg a Rogán, azok pont ilyenek. Hát így indultak, aztán most ezekkel a szállodaszámlákkal most egy kicsit elrontották azt a... De hogy igazából ezek azok a fajta bizniszpolitikusok, akik akár elmehettek volna középvezetőnek a Coca-Colához, de azért nem mentek el, mert ott dolgozni is kéne. És igazából a politika az azért kurva jó, mert ugyanúgy nem kell hinni semmiben, csak a pénzben, mint a Coca-Colánál, de nem baszogatják az ember, csak lophatja a napot meg a pénzt,
tehát így, és hazudozni kell. A Coca-Cola-nál azt gondolom sokkal inkább van olyan értelembe véve kontroll, hogy a számok, évvégén megnézik a számokat, és hogyha nagyon nem jók, akkor leváltanak, és elmehetsz a Pepsihez. Itt nem váltanak le, mert az az igazság, hogyha nem tud úgy szarrá verni a Fidesz, hogy ha mondjuk mit én elég hát jó erről, helyen vagy a... Erről kérdezd meg Havas Henrik MDF-es barátjait. De hogyha elől vagy a listán, akkor egyszerűen a kudarc is belefér, és jól kifizetődik. Tehát, hogy egyszerűen, hogy mondjam, nem működik az a piaci logika, ami alapján a teljesítményt kérlelhetetlenül és könyörtelenül keresztülverik, vagy leverik rajtad. Bár szorosan, mivel nem tartozik a baloldal kötelékébe, de Lázár Jánosról azért muszáj ezt a tegnapi hírt elmondani, ugye, hogy biztos hallottátok, mert néhányan mosolyogtak, de hogy ő megszállt mindenféle szállodákba külföldi útjai során. Minden alkalommal ilyen 400, 300, 500, 600 ezer forintos szállásköltség volt 2-3 napos kiküldetésekre. A rekord az egy, azt hiszem, 3 vagy 4 éjszakás londoni szállás volt, ahol 920 ezer forint volt a szállásköltség. És amikor elkezdték firtatni, akkor felmerült, hogy nem egyedül volt, ugye, és azért volt ilyen drága, és megkérdezték, hogy jó, de ki... Nem is azt kezdték, hogy kik, hanem hogy hányan voltak, mire a válasz, hogy az nemzetbiztonsági kockázatokat rejtene, így ezt az adatot kiadni nem lehet. Na most egyébként azért nem kevesen voltak valószínűleg. 4 vagy 6 kurva, ez nem lehet, egyszerűen, ez tényleg nemzetbiztonsági kockázat, hogy hány gram kokain és hány kurva, és melyiknek a seggéről és melyik seggéről. És de az a vicc, ezek olyan dolgok, hogy ezt meg tudja, így képzeld el, hogy meg tudja. Tényleg az. Abszolút az. Ezzel simán lehet zsarolni. Ja. Hát ezt nem, hogy már elmondjuk. Jó, nem nemzetbiztonsági kockázat, ezt úgy hívják, hogy Lázár biztonsági kockázat. Tehát, ezt Lázáromnak hívják, hogy a politikusok ezt megtehetik, de hát megtehetik. Visszatérve akkor az MSZP-re, van a másik MSZP, az pedig a Dinoszaurusz párt, súlyosan kihalásra ítélve, ahol azok a nagy, nagyon, nagyon nagy nevek, szólalnak meg folyton, akik ugye egyfelől Mesterházi kiszorított, másfelől meg hát nem lehet őket megszüntetni, tehát ilyen Lendvai Ildikó mindenképpen azt hiszem, hogy ő az ászlóvívőjük, de itt van Kovács László, aki egyébként tényleg az egyik legprofibb politikus, és most ezt irónia nélkül mondom az utóbbi időben, de hát az egyetlen, szerintem a rendszer, Horgyula óta az egyetlen, azt gondolom, akit Orbán Viktorhoz lehet mérni. Tehát, hogy így nem... Csak nem érdemes. Miért? Hát, mert nem biztos, hogy Orbán Viktor lenne ez etalon egy... De jó, de nem úgy ért, jó, de most a, hogy mondjam, pszichopata logikát követve, a profizmus, a profi gátlástalan hazudozás és az emberekkel való kommunikáció, porszívó eladás per nap alapon. Érte? Most ilyen nem vagyunk? Én nem vagyok hajlandó mindent Orbán Viktorhoz mérni, még Kovács Lászlót sem, ami nem jelenti azt, hogy az egyiket vagy a másikat preferálnám, de egyszerűen hát a, most csúnya hasonlat jut csak eszembe, hogy az emberi végtermékeket mérnénk egymáshoz kilóra, vagy literre. Ez tudomány, bazd meg, nem kell érzelegni, faszom. Jó, okay. Aztán ott van Hiller István, aki amikor az MSZP... Ő az antipolitikus. Hát de bocsánat, tehát, az ember, azt akartam, hogy az MSZP erős volt. Az az ember nem, hogy nem akkor tud... Akkor is megbukott. Tehát... De nem tud, hogy nem, hogy nem tud porszívót eladni, hanem a Nem tudja a porszívót egyáltalán... Kimondani. Tényleg ő tényleg a Medgyesivel versenyez. Na most ennek ellenére bejelentkezett már ő is, és Kovács László is. Ugye Kovács László csak az egyetlen probléma van, hogy hát nem tudom pontosan hány éves, ha valakinek van netje, mondja meg, de szerintem 80 körül van már, inkább mint 70 körül. Ha nem, akkor elnézést kérek, de apukám jobban tartja magát. Szóval a lényeg, hogy vannak ezek a nagy nevek, és még sorolhatnánk őket. Hát ez a két tábor, ha egymásnak csap, azt hiszem, hogy egy olyan trójai ütközetet láthatunk, ahol nem csak a faló fog elhullani. De én nem, itt az az érdekes, hogy elméletileg a dinoszauruszok, tehát a Kovácsék meg a Lendvaiék, a Mesterházit találták ki, hogy ő örököje, tehát ő legyen az ő legyen a Kumbéla örökös. Most, hogy így fogalmazzak. Tehát, hogy ő örökölje a pártot. Mégpedig a Gyurcsánnyal szemben. Tehát a Gyurcsánnyal szemben választották a Mesterházit, most, hogy milyen választás volt, azt hagyjuk. Hogy
technikailag mennyire izé, mennyire állja meg a helyét ez a választás, de hogy igazából... Gyurcsánnyal szemben Mesterházi jelölése esetén, ha MSZP küldöttek vagytok, kit választottatok volna? Tegye fel a kezét, aki Gyurcsányt választotta volna. Robi, ez most készfeltétel? Nem, csak próbálom látni. Jó, oké, tehát a hárman, négyen. Ki az, aki Mesterházit választotta volna? Ilyet nem lehet csinálni. Nem tudjátok beleérezni magatokat egy rendes MSZP küldöttek a helyébe. Na, várjátok, az, hogy ki az, aki Gyurcsányt választotta volna? Várjátok, Tóbiás József elrabolta a kutyátokat. A fejéhez tart egy fegyvernek látszó tárgyat. Vagy fenyeget, hogy bezárja az MSZMP feliratú páncélszekrénybe. Szuslág János mellé. Választanatok kell. Tehát most az a szabály, hogy mindenkinek fel kell tenni a kezét az egyik névnél, mert a másik különben az MSZP-nek ti pártotoknak... De bonyolultabb! Tehát Vas megyében a Gyurcsány, amikor lent volt, adott neked pénzt, és megígérte, hogy ha ő rászavazol, akkor meg fogod kapni a Vas megyei elnökséget? Ez már a szerepjátékok olyan formája, amit majd néhány sör után esetleg, de... Ne! Enélkül nem tudnak jó döntést hozni. Tehát az így olyan információktól fosztod meg őket, aminek a hiányában nem fogják tudni a helyes, korrekt választ megadni. Én csak egy dolgot mondok, kötelező kezet emelni. Emelje a kezét, aki Gyurcsányra szavaz. Robi, te irekedik. Nem emelem. Oké, emelje a kezét, aki Mesterházira szavaz. Szerintem a Gyurcsány nyert egyébként. Igen. És teljesen jogosan, hiszen ha MSZP-s vagy, tehát az, aki a Mesterházinál emelte fel a kezét, az nem tud beleérezni ebbe az MSZP-ség állapotba. Tehát megőrzi a saját pártodat igazán, ha a Mesterházit akarod, hogy vezesse. Úgy nem lehet ilyet játszani, hogy megőrzöd a saját identitásodat. Nem, te valóban harmadik fokozatú varázsló vagy. Nem úgy van, hogy te amúgy könyvelő vagy, és mint könyvelő eljátszod, hogyha nem. Te rendes MSZP-s küldött vagy. Hogy szavaznál a Mesterházira? Jó, rossz kapcsolat. Te egy valóságos MSZP küldött vagy, így jó? Egy valóságos MSZP küldött vagy. Hogy a faszba szavaznál a Mesterházira? Mi van akkor, ha én kiszúrtam a tömegben olyan embert, aki mindkettőnél felemelte a kezét? Kizárjuk a picsába. Te voltál az, Robi, mind a kettőnél így tartottad a kezedet. Látni akartam az eredményt. Valójában a Gyurcsányra szavaztam, igen. Ha MSZP küldött lennék, én is a Gyurcsányra szavaznék. Holnapi címlapos hír. Puzsér Gyurcsányra szavazta. Puzsér Gyurcsányra szavazna, ha tehetné. De nem veszik fel az MSZP-be. Amiben amúgy is hiába vennék föl, mert a Gyurcsány ott már nem bír elindulni. De DK-ba tudsz felvételizni, hogyha Gyurcsányra szeretné mindenképpen szavazni. Az igazság, hogy... Várjátok, akkor lehetne úgyis föltenni a kérdést, hogy tetszőleges pártnak vagy a küldöttje, és bárkit fölkérhetsz a magyar politikai elitből, hogy ő vezesse a pártodat. Tehát bárkit, aki olyan is lehet, aki már egy kicsit levidézett. Tehát vissza lehet hozni Dávid Ivolyát a miniszoknyájáival együtt. Tehát bárkit a magyar politika történetéből? Bárkit a rendszerváltás utáni magyar politika történetéből, mondjuk, aki nem halt meg, legyünk azért mondjuk. Azért nem olyan egyszerű, én Antalt mondtam hát, volna, de tudom, most én... Tudom, mert te is ilyen havas Erik vagy, most eljátszod utólag az MDF-t. Akkora SZDSZ-es voltál, mint ne, a három... Nem. Tudom, mindig azt szoktad mondani, hogy... 93-ig MDF-es voltam. Ezt szoktad mondani. De így is van, bazd meg! Ezt szoktad mondani. Hogy tudjam jobban, baszol? Ezt szoktad mondani. Azért szoktam ezt mondani, mert így van. De ezt szoktad mondani. Ugyanúgy, ahogy a havas Erik is azt szokta mondani. Minek bizonygatod, ha így van? Jaj, ugyanúgy, a havas Erik is azt szokta mondani. Miért kell bizonygatni, ha ez így van? Tehát tetszőleges, élő, aktív az lehet olyan is, hogy már aktív, de nem politikusként aktív, tehát még él, nem lélegeztetőgépen hordul. Jó, megy körbe a mikrofon, és mindenki mond egy nevet a magyar politikából, ebből kurvára elég. Kunce. Nem adogatjuk át, mindenki mond valamit. Mindenki mond valamit a kurva mikrofonba. Valamit muszáj. Schiffer. A Schiffer.
Jaj, basszátok már! Ezt nem csináljuk. Siffert nem szabad mondani. Siffert nem szabad mondani. Kovács Gergő. Az kicsoda? Az ki a faszom? Jaj, így könnyű, bazd meg! Szalacsi Sándor, tessék! Szalacsi Sándor, mert ő a vízből vonja ki az oxigént. Jó, Orbán Viktort mondja itt a hölgy halkan. Tordján. Én is rá gondoltam. Jó, megvettük Tordján. Tehát a te pártodat kivezesse. Orbán? A Viktor? Figyelj, ha nem szavazol, Viktor. Orbánra szavazol. Automatikusan, aki nem szavaz, az Orbánra szavaz, eddig két szavazata van Orbánnak. Tordjának. Így fog Orbán győzni, hogy nem mondtak semmit! Orbán 3. Huzsér. Orbán 4. Anyád picsája! Nem lehet szavazni, nem vagyok politikus. És halott is vagyok ráadásul. És élvezi. Orbán 5. Elvis számít, tehát, hogy csak a képességeit adott. Elviszre nem lehet szavazni. Nem, csak az a lényeg, hogy a te pártodat kivezesse, az elveit azt úgyis leváltja a kedvedért. Jó, akkor legyen mondjuk Vona Gábor. Vona Gábor egyébként szerintem okos szavazat. Igen, Vona Gábor. Vona Gábor szerintem is az egyik legprofibb. De most nem viccelek. Orbán sok. Orbán 6. Orbán 7. Vona Gábor 3. Orbán Viktor 8. Lampert, Mónika, Mónika! Retkes Attila. Az ki? Jaj, tényleg az késői, az utolsó SZDSZ. Retkes Attila. Neki annyi volt a dolga, hogy megszüntesse a pártot. Aki megszüntette nekünk. Hát Orbán. Tessék, Orbán 9, ha jól számolom. Vona. Vona 4 vagy 5. Szegedi családok jelenleg. Szegedi család, ne zsidózzunk, ne zsidózzunk! Zionista geci! Orbán Tibor. Hűsétek! Morvai Krisztina. Zagyva. Itt megoszlanak a jobbikos szavazatok. Kövér László, aki elegánsan le is vezetné ezt az ülést. Én vagyok most Kövér László. Gréci Zsolt. Az ki is? Ja tudom, de az várja, az inkább ilyen politika mellett álló. Jó, de elfogadom. DK-s az még nem volt úgyse. Mindenképpen Ferit szeretném. Gyurcsány. Szerintem volna mellett a másik jó tipp. Viktor 11. Nem érek el oda, majd bemondom. 12. 13. Ez kétharmad lesz. Bokros Lajos. Bokros mindig visszatérek, Lajos. Gyurcsány. Én is Bokrosra szavazok, Bokros 2. Második Gyurcsány. Vona. Vona 6, azt hiszem, vagy 5. Vadai. Vona 7. Nem tudom, lehet, hogy 6. Nem, járnan eltéveztem. Morvai Krisztina 2. Kósa Lajos. Kósa L. Adolf. Orbán Viktor 14. Molnár Gyula a 11. kerület hőse. Kis Péter, aki már beteg, szegény. Havas Henrik. Havaság nem politikus, nem lehet mondani. 4 napig az volt! Hazudsz! Jó, akkor Orbán Viktor 15. Gyurcsány, azt hiszem harmadik Gyurcsány. Ki? Az ki? Jaj, de jó, az vicces. Kicsoda? Nem volt. Hát a Schneider Tamást mondták, és ráadásul a régi nevén, még az igazi nevén. Az ki? Hát a... Ja, de elmesélem, Robi. Dávid Ibolya volt itt. Bokros. Azt... Roy! Roy! Tordján József is megkapta a harmadik vagy negyedik szavazatát. Viktor. Kupa Mihály. Kupa Mihály. Annyira akartam, hogy valaki mondja Kupa Mihályt, mert azt összeadhatjuk a Bokros Lajossal. Hárman vagyunk. Gyurcsány. Fodor Gábor, ahol még lesz szó. Orbán Viktor 16. Tényleg ő még él. Szavazata is megvan. Ez plágium, tőle vetted az ötletet. Dajcs Tamás. Bokros Lajos. Schmidt. Egy Tordjánt hallottunk. Orbán Viktor 17. Bajnai Gordon. Nem foci kapus? Fodor Gábor második szavazata,
ezzel fölülmúlt az országgyűlési választáson elért helyezését. Schiffer, azt Schiffer nem lehet. Ennyi szavazója nincs Bodor Gábornak, itt valaki hazudik. Bodor Gábor, Gyöngyös Réme, Morvai Krisztina, Gyurcsány Krisztina, Palotás János, a vállalkozók pártja, őt is összeadjuk Kupa Mihállyal. Viktor 18. Vannak önkéntes Viktor szavazók, és akik tulajdonképpen nem merik kimondani, ezért azt mondják, hogy Puzsér, vagy azt mondják, hogy nem mondanak véleményt, és úgy szavaznak Viktorra. Vona. Hiller. Hiller. Adolf Hiller. Viktor. Papcsák. Budai. De nem, az nem volt. Schiffer. Hiller István. Hiller Istvánra szavazott. Ez a nemzeti politika. Orbán Viktornak megvan a 20, ha jól számolom. Orbán Viktor 21. Dope man, ő nem politikus. Alternatív köztársasági elnök. Na majd, ez szerintem majd a top legrosszabb 20 slágernél beszélünk inkább róla. Schiffer. Bokros. Fodor. Mindegy. Elég ciki, de elfogadjuk. Vona. Egy párba vannak, a Vona meg a Fodor. Egy Vonafon telefont kisorsolunk a végén. Orbán 22. Istvánfi András. Istvánfi András. Az kicsoda? A 4K. 4K. Jó, azt ugyanúgy nem fogadjuk el, ahogyan a Schiffer. Nincs. Akkor Orbán 22. Bokros. Polgár Tamás Tomket, őt elfogadjuk, ő szerintem van olyan politikus, mint Dupman. Az igazság. Várjál, szavazzál már, te is baszod! Ja, húha. Orbán Viktor. Tordján, én mondtam a Tordját, ott mondtam, amikor nálatok voltam, mondtam, hogy én is rászavaznék. De azt hittem, én nem szavazhatok, de természetesen. Jó, ha összeadjuk Palotás Jánost, Kupa Mihályt és Bokros Lajost, akkor hányan vagyunk? Akkor Vonával vagytok egálban, de még ketten együtt sem éritek el Orbánt. Orbán kétharmad. Na, én azért szavaztam a Bokros Lajosra, aztán te is mondd el, mondjuk hogy miért szavaztál a Tordjára. Elég nagy magyarázatot kíván, tehát. Tényleg kíván. A Bokros Lajos az egyetlen ennek az országnak. Aki minden pártban volt. Lehetséges. De ő az egyetlen, aki azt mondta, hogy ennyit lehet osztogatni, ennyi fért el, basszátok meg a zsebetekben, ekkora plazma tévére telik, és nagyobbra nem gecik. Itt most vissza kell nyesni, mert nincs tovább. Mert bazd meg az országnak a következő, a saját gyerekeidnek, most már lassan a saját unokáidnak a jövőjét éled fel, az újabb trópusi utazással, az újabb plazma tévével, úgyhogy itt most befejeztük az osztogatást, befejeztük a jóléti intézkedéseket, nem fogtok ingyen utazni, bazd meg a repülővel, hanem vissza fogunk nyesni, mert a következő generáció is szeretne leélni egy életet ebben az országban. És nem fogjuk eladósítani, és nem fogjuk a falhoz csapni az országot, gecik. És tudjátok mit? Ha gyűlölni akartok ezért valakit, akkor gyűlöljetek engem. Én elviszem a balhét ezért. Én vagyok Bokros Lajos, én vagyok a leggecibb ember a világon, jó? Oké? Vállalom. Nem lehet a végtelenségig osztogatni. Jó, csak egy párt. És azt választottunk, és ezzel meg is bukott ez a párt. Jó, nem, ha izi a Bokros Lajosnak erre az attitűdre, erre az izi, tökéletesen izi rászállt a Fidesz, és így izi, ő lett a gonosz. És annyira, hogy a Horn Gyula két év után ki is baszta, jött az osztogatás, de még így se volt elég ahhoz, hogy 98-ban behúzzák a választást. Minden esetre a Bokros Lajos... Másfél év után kirúgta, és utána még volt egy év, vagy hogy volt, vagy fél év volt már, csak először a Békesi volt, igen, aki beadta ugyanezt a programot nagyjából, mint a Bokros, csak a Horn nem merte megcsinálni, akkor jött a Bokros, az megcsinált, és akkor valaki még volt a utolsó időben pénzügyminiszter. De azt tudni kell, hogy a Bokros Lajos, a Bokros csomagot 50%-ig tudta megcsinálni. Tehát amikor a felénél tartott a saját csomag, annak a rettenetes Bokros csomag, annak a népnyúzó csomagnak, amikor az ország még így egyensúlyban volt, a költségvetés is egyensúlyban volt, az államadósága fele volt a mostaninak, tehát amikor ilyen szörnyen nyomorgatták a magyar embert, akkor
a Bokros Lajosnak, ami 50%-ánál tartott a Bokros csomagnak, és így leállították a picsába, kibaszták a Bokrost, és így jött a jött az ingyen repülés, ingyen utazás, meg minden faszom, bazd meg, és így, hát így szokásos. A jó kis hagyományos hagyományos korrumpálása a magyar társadalomnak, amit Kádárnál megszoktunk. Most szerintem a Robi... Megyes, én jó, a Megyesi, jó, a Megyesi én szerintem a legrosszabb. Tehát a Megyesi nálam a legrosszabb. Tehát, nem, nem a Magyarországon... pénzügyminiszterként, igen. A pénzügyminiszterként, de nálam a Megyesi testesíti meg azt, hogy gyalázatos dolog, amikor egy politikus ígér valamit és nem tartja be. Annál csak egy rosszabb van, amikor betartja. Ez a Megyesi sztori. Hát ez a Megyesi sztori. Tehát, hogy igazán az országot falhoz csapni azzal, hogy az ígéreteidet megszeged nem lehet. De ha betartod, akkor vége. Na most akkor baszhatod. És az igazság, hogy ebben az országban a rendszerváltás óta térben és időben az egyetlen ember, basz meg, aki nem ment bele ebbe a kibaszott Kádári utcába, az a Bokros volt. És lehet a Bokrosról sok rosszat elmondani, és én is tudok, basz meg, legalább annyit. De ebben a vonatkozásban is eszenő, hogy igen fontos vonatkozás. Mihály Péter belement, amikor meg akarta szüntetni a falvakat és az ingyenes kórházi ellátást? De a Mihály Péter nem takarékosságból akarta megszüntetni a falvakat meg az ingyenes kórházi ellátást, hanem a Mihály Péternek, annak egy olyan társadalom víziója volt, egy olyan világnézete volt, amiben a falvaknak nincs helyük, meg a mellékvasútvonalaknak nincs helyük. Azért nem ugyanarról van szó a Bokros esetében, meg a Mihály esetében, nem mossuk össze. Na most én elmondanám, hogy az a félelmetes kép rajzolódik ki előttem, hogy valójában mindenki, talán nem is ebben az országban, hanem a világon mindenki fasiszta. És annyiban hajlandó liberálisnak lenni, hogy amikor éppen az ő érdekei sérülnek, akkor azért mellé áll még másnak is akár, csak söpörjük el azt, aki fasiszta velem szemben. Na most... hogy mondjam el. Valaki azt szeretné, hogy tűnjenek el a cigányok, tűnjenek el a kertemből a cigányok, vagy az országból a cigányok. Ez úgy ízlés dolga, hogy ki melyiket. Valaki azt szeretné, hogy tűnjenek el a zsidók. Van, aki azt szeretné, hogy tűnjenek el azok, akik el akarják tüntetni a zsidókat. És neki mindent megér. Van, aki a sávban totyogókat, előttem lassan menő autókat akarja, hogy fölakasszák a lámpavasra, vagy az a vezetőket, nem az autókat. És Robinak a fasizmusa éppen speciál a nyuggerekkel kapcsolatos, tehát, hogy ez az ígérgetős, repülőre ültetős, vegyünk azért mégis plazmatévét, annak elég nem... Mindenkinek megvan a maga sovinizmusa. Én a nőstény nyuggert sokkal jobban gyűlölöm, mint a férfi nyuggert. Én hímsovinista is vagyok, nem csak gerontofób. Azért álljon meg a menet. Tehát a saját sovinizmusomhoz jogot formálok a picsába. Tehát ezek szerint abban a pillanatban, ha érkezik egy olyan politikus, aki minden társadalmi konszenzust felrúgva, a humanizmus elveit tökéletesen semmibe véve, de pont azt a fajta fasizmust valósítja meg, ami neked tetszik, akkor ő az alkalmas politikus. Ezt mondod, amikor Bokros támogatod. Jó, egy sötét állat vagy. Na, ne haragudjál, erre nem tudok mit mondani, populista sötét állat. Miért nem politizálsz? Nincsen, aki a célul az én kiirtásom a tűz, nem vagyok ez elég jelentős. Miért nem politizálsz, baszod? Pedig akkor ez már egy újabb... De tényleg, miért nem politizálsz, bassza meg? Itt nem a nyuggerekről van szó. Ugyanúgy a közalkalmazottakról. Azokat is gyűlölök, az a minden sovinizmus, és főleg a nőstény közalkalmazottakkal. A fiatal nyugger, a közalkalmazott a fiatal nyugger, aki később megöregedik és nyuggerré válik. Jó. Abból fejlődik ki. Jó. De most szeretném hallani, hogy te miért szavaztál a Tordjánra. Azt szerintem sokkal indokolhatóbb. Tessék, akkor légy szíves, szeretném kurvára hallani, hogy miért szavaztál a Tordjánra. Bazd meg! A Tordján végrehajtott egy olyan politikai teljesítményt, amit szerintem senki más ebben az országban, egy teljesen nem létező párttal, akinek semmilyen másik politikusát még említeni se nagyon tudsz, vagy ha igen, akkor úgy kaparjuk elő az emlékeinkből, akit mégiscsak előkaparunk, azok pedig teljesen elmeháborodottak, de nem abban az értelemben, hogy pszichopaták, hanem hogy elmegyengék, Szabadi Béla, nem tudom, emlékeztek-e, voltak ilyen emberek még akkoriban. Ezzel a párttal Magyarországon, ha választást nem is nyert, de második helyezett lett, nagyon-nagyon sok szavazatot kapott, és kötött egy olyan politikai alkut, aminek hatására pozíciókat kapott. Aminek hatására... Jó, aztán elbasztott. Másfél éven keresztül tudott lopni
mielőtt lebukott, bazd meg, tömte a zsebét, és mielőtt lebukott, a hóna alatt, bazd meg, a pénzes zsákkal, másfél éven keresztül tudta tömni a saját zsebét, meg a sógoráit. De bocsánat, ezért, bazd meg, Dorján József! Te Bokros Lajosra erkölcsi alapon szavaztál. Én kérek elnézést. Én viszont Dorján Józsefre kompetencia alapon. Bokros Lajos mikor hozott össze egy olyan pártot, aki nem az ő csatlakozásakor esett ki a parlamentből? Nagyon cinikus geci vagy, mindegy, hagyjuk. Cinikus az élet, hogy Bokros ez a kiváló ember, minden egyes alkalommal becsatlakozott valahova, az akkor vagy kiesett a parlamentből, vagy esélyt se szerzett a bekerülésre. Jó, az az igazság, hogy én is a sifferrel... Ez vezesse a te pártodat. Ez vezesse a te pártodat. Az az igazság, hogy én is a sifferre szavaztam volna, de az az igazság, hogy a sifferre nem szabad szavazni, mert az meghekkeli a választást. Nagy a siffer, az az igazság, hogy a siffer nekem sok személyes aggályom van a sifferrel kapcsolatban. Én ezen a rohadt választáson tényleg a sifferre szavaztam. Én is a sifferre szavaztam, bazd meg, a valóságban, ezen a kurva választáson. De az az igazság, hogy a siffer, nekem rengeteg személyes fenntartásom van a sifferrel kapcsolatban, mint politikussal kapcsolatban. Én láttam, hogy hogyan működik a siffer, mint politikus a saját pártján belül, nem, és hogyan hajtja fel a saját hatalmát. De... Minden politikus de, az biztos, de az biztos, hogy a siffer a mai politikán belül, a mai politikai struktúrán belül fasz a gyerek. Épp és ezért, ez tagadhatatlan. Épp ezért most nem is beszélünk róla, hanem folytatjuk a seregszemlénket. Szerintem stílszerűen az MSZP valamelyik kiváladékával kéne folytatni. Én Bajnai Gordonra gondolnék, aki úgy vált ki az MSZP-ből, sosem volt tagja, de mégis megcsinálta, hiszen mindenki mai napig is őt MSZP-sként azonosítja. Nem jogtalanul, hiszen ő az MSZP miniszterelnöke volt. Akkor is, hogyha nem volt például parlamenti képviselő, talán az MSZP-nek azt hiszem tagja sem volt, de ez semmit nem segít a libás bajnaim, bocsánat, így hívják. Úgyhogy a eposzi seregszemlénél mindenkinek az állandó jelzőjét kell mondani. Hát várja, Mesterházinak mi az állandó jelzője? Szakállas Mesterházi, vagy a szakálltalan Mesterházi. Az állandó jelzőjét is elrontotta. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy a Bajnai az a figura, aki igazából azt az egyetlen erényt tudta felmutatni, hogy azért mégse a Gyurcsány. Hogy úgy közel áll a Gyurcsányhoz, meg úgy vitte tovább a dolgokat, de hát azért mégse a Gyurcsány. Na most nem tudom, Robi hiányozni fog innen, mert a történelem tanári végzettségem nekem semmiképpen sincsen, hogy ki volt az, aki a harmadik birodalom bukása után az utolsó órákba átvette Hitlertől a vezetői pozíciót, valaki bemondhatná a nevet. Nem Göring vette át, és nem is, igen, egy jelentéktelen katona tulajdonképpen. A Kriegsmarinéknek volt a flotta, a parancsnoka. Tehát tulajdonképpen politikai tényezőként nem volt annyira jelentős. Na most ő gyakorlatilag Bajnai, ha Hitler Gyurcsány. És hagyj engedjem már meg magam ebbe a pincehelyiségbe ezt a hasonlatot. Igen, tudjuk, hogy nem indultak vonatok, gázkamerában nem szállítottak senkit, tehát a hasonlat ezen a része egyébként nem valós. Na most ez a Bajnai nevezetű figura semmiféle politikai támogatásra nem bírt. Tehát mögötte semmilyen csoport soha nem állt, ő egymaga egy valaki vagy egy nem valaki. Viszont összeállt egy másik társulattal, vagy még másik három társulattal. Ugye először összeállt a Szolidaritással és a Millával. Na most a Szolidaritás az tényleg egy egészen elképesztő társaság, mert van neki egy Kónya Péter nevezetű vezető, akire ránézek, akkor ilyetten beleszavazok a Jobbikra. Tehát tényleg, mert azt érzem, hogy ahhoz képest még az úgy rendben van. Oké. Akkor ott van a Milla, aki én sose tudtam, hogy mi az a Milla egyébként, azt nem értettem, de az valamilyen 4K-szerű dolog, azt tudom. Tehát ilyen valakik elkezdtek valamit a bal oldalon, és aztán lehet valami, és az egyetlen, amit ténylegesen tudok róluk, az, hogy Dopman megválasztották alternatív köztársasági elnöknek. Még lehet, hogy ők voltak, de azt hiszem, ezek ők voltak. Most tőlük az a Juhász Péter érkezett, akire ránézel, akkor egy agresszív arcot látsz, akitől megijedsz, és olyan kőkeményen érvel a liberalizmus mellett, hogy nagyon komoly kedvet hoz azzal mindenkinek a tekintély elvű rendszerek irányába. Tehát gondoljunk mondjuk Mahatma Gandhira,
gondoljunk Martin Luther Kingre, vagy gondoljunk azokra a nagy vezetőkre, akik a szabadság, az egyenlőség és a testvériség eszméje mellett érveltek. Hát Juhász Péterről valahogy valami egész más jut eszembe. Oké, na hát ők szépen így összeálltak, tulajdonképpen nem létező politikai tartalom. Én azt hittem egyébként, hogy ők valamilyen értelemben a Gyurcsánynak a kreatúrái, mert minden mögött nyilván egy ilyen mastermindként ott áll Gyurcsány Ferenc, és azért kreálta őket, mert minél gyengébb az MSZP, minél inkább szétforgácsolódik, annál erősebb ő. Aztán későbbében kiderült, hogy ez lehet, hogy nem így van, de ha visszaemlékeztek, mikor először a Bajnai visszajött a politikába, akkor a Gyurcsány rögtön megszólalt, hogy igen, a Bajnai az, az, az. Na most ez a társaság összeállt a úgynevezett PM-mel. Ugye beszéltünk a PM-ről, amit korábban Békessy László, majd Bokros Lajos, végül Medgyessy Péter vezetett Horn Gyula alatt. De ez nem az a PM, ez egy másik PM, de egy ismerősöm az kérdeztetem, hogy hónapok óta nem érti, miért állt össze a pénzügyminisztérium. Ez együtt el. Nem teljesen komolyan kérdezte, de attól a kérdés még jós. Tehát itt van ez a bizonyos PM, aki tényleg egyedülálló politikai teljesítményt tudhat magának, ezt egyébként nem tőlem számítok a gondolat, de tényleg zseniális, azt hiszem, talán a Balog Ákos Gergely mondta, de ha nem, akkor bocsánatot kérek, hogy előadták azt a politikai bravúrt, hogy néhány, nem is év, inkább hónap alatt, de mondjuk év alatt, de kevés év alatt, úgy, hogy egy percig nem voltak a hatalomban, eljátszották a teljes politikai hitelüket. Tehát ez tényleg egy olyan teljesítmény, nem, hát ők azok, semmilyen ők, másik alakulatnak nem sikerült. Ők azok, akik elárulták a Jézus Krisztust, és még a 40 ezüst. Én 50-ért csinálnám meg. Ja. 30 ezüstért, de az 30 ezüstöt se kapták meg. Ennél nincs nyomorultabb dolog. És most ott ülnének a parlamentbe, Jávor Benedekestől, az én soha nem megyek a parlamentbe Karácsony Gergelyestől. Az a Karácsony Gergely a lakásomon, mondta, a pofámba. Hogy így, és így kérdeztem tőle, akkor, amikor még az LMP-nek, az 2010-es kampánya zajlott az LMP-nek, amire felkért engem a Karácsony Gergely, hogy segítsek nekik, és gyártsak nekik valami videót, és akkor legyártottuk egy barátommal és kollégámmal, Kovács Kristóffal, aki nem a producer Kovács Kristóf, csak ugyanígy hívják, legyártottuk a Power Politizátor című videót, amit a Mucsi meg a Scherer játszottak el, és ráadásul tök ingyen, és most nem azt mondom, hogy én rugdostam be az LMP-t a parlamentben, majdnem minden így értsétek. De minden esetre följött a Karácsony Gergő, és tanácsot kért. És így kérdeztem, hogy na és hát így így mész a parlamentbe, és így mondta, hogy nem, szó sincs róla. Tehát, hogy így nem, de ezt nem ezért csinálja. És így aztán így ment, aztán így mégiscsak elment a parlamentbe, de csak azért, mert volt két képviselőjelölt, akikkel benne az országos választmány egyszerűen nem tudott megegyezni. Tehát a fővárosiak ezt akarták, a vidékiek azt, és így a két erő így kioltotta egymást, és az egyetlen kompromisszum az volt, hogy Karácsony Gergely. Nem lehet, tehát hogy egyszerűen, vagy akkor bazd meg nem tud elindulni a párt az országgyűlési választásokon. Csak a Karácsony Gergely azt mondta, hogy... Szemét lett volna, ezt nem vállalja fel. Jó, nem, tényleg, akkor azt mondta, hogy jó, figyelj, akkor csináljuk most. Hogy ha ez kell hozzá, hogy ott hagyjam a Tudományos Kutatóintézetet, basszátok meg, ha ez kell a Magyarország megújhodásához, jó, hát akkor legyen. Csak hogy nem számított rá, hogy ahogy egyszer volt gyereknap... Ja. Karácsony is csak egyszer. Karácsony is csak egy évben egyszer van. És ez ráadásul 8 évenként. 8 évenként van. Ez soha többé. Ja? És figyelj, azért a felől biztosítalak, hogy a Karácsony ősszel be fog jutni a budapesti közgyűlésbe. És ott fog ülni a budapesti közgyűlésben, és meg lesz a fasz a kis pénze. Ő fogja elbírálni azt, hogy bazd meg megkapja a focipályát, az a kurva vállalkozás, vagy a faszom mi a szar. Ő fogja elbírálni, hogy ki fogja azt az ingatlan beruházást intézni, és azért majd csúszik a boríték. De nyugodjál meg, hogy a Karácsony nem lesz bajban, jó, csak azért, mert te itt most attól jobban éreznéd magad. Hagyj tegyek fel erre egy kérdést, és hagyj védjem meg egy kicsit ezt a remek embert, aki a Magyarország legkiváló politológusa volt állítólag addig, amíg nem vállalta föl, hogy lemond erről a pozícióról. Ugye Hagyó Miklós,
Azzal a felkiáltással lépett be az MSZP-be, ezt egy ottani tagszervezeti tag mesélte nekem, hogy ő sikeres vállalkozó, most rájött, hogy neki a politikában is van keresni valója. És kiválasztotta az MSZP-t, mint arra alkalmas pártot. Majd bejutott egyébként ugyanúgy a budapesti közgyűlésbe, mint Karácsony Gergely. Most, ha többen az a kérdés, hogy én válasszam-e Karácsony Gergelyt, vagy Hagyó Miklóst, most én nem megyük még egyszer körben mikrofonnal, hogy a budapesti közgyűlést is összerakom. Pedig kiváló, egészen kiváló emberekből lehetne összerakni ezt a budapesti közgyűlést. Ott is Orbán Viktor lenne egyedül, baszod. De mindenkiről megszavaztatunk mindenkit, az a végén az országban Orbán Viktoron kívül senki nem maradna. Aki nem mond nevet, az Demszky Gáborra szavaz. Ezen az elven működik. Más elvek vannak azért Budapesten, vigyázzál. Ez nem a falu, hogy itt orbánozzunk. A lényeg, hogy ha így merül fel a kérdés, hogy elveit, hát nem olyan szívesen, és tulajdonképpen a Puzsér lakásában még egyáltalán nem, de már a folyosón majdnem, és a házból kiérve meg már teljesen eláruló Karácsony Gergely, vagy a politikában kifejezetten a hatalom növelés és a pénz gyarapítása célból érkező Hagyó Nokia doboz Miklós közül Nokia doboz El Camino. Nokia dobozt Hagyó. Tehát nem szóren nem stimmel. Igen, akkor azért lelkiismeret furdalás nélkül leszavaznék Karácsony Gergelyre, azt csak remélem, hogy tudom, hogy lesz ennél szélesebb választék. Azonban félek, hogy nem, mert az előbb említett LMP nem biztos, hogy tud nekem kínálni olyan alternatívát, de maradjunk még mindig. Jó, az LMP, az én szememben az LMP, az egy hatalmas, nagy, tehát tudjátok, hogy a atom az úgy néz ki. Bocsánat, az LMP és a hatalmas nagy egy mondatban a világ történelemben most először hangzott el. És a szavakat tettek fogják követni. Tehát ez az, amikor a szellem leszáll az anyagba, és végül megvalósul. Nos, azt tudjátok, hogy néz ki az atom. Van benne egy hatalmas... Szeretnéd, hogy Schiffer András 100 000-eket vezessen? Most nehogy rajtam, hogy ekkora nyomást ne rakjál rám, bazd meg. Tehát most így ne kelljen már erre válaszolni. Na, hogy az atom az úgy néz ki, hogy van egy hatalmas... Csak Kálmán Olga intézheti el neki. Szerintem azért mindent elkövet. Tehát azért ő a maga részéről, Kálmán Szolga azért mindent elkövet. Na, egy hatalmas... Atom. Hatalmas Schiffer. Na, szóval az atom az úgy néz ki, hogy van egy hatalmas proton, és egy ilyen mikronnyi kurva pici elektron. Tehát ilyen kicsi elektron, tehát ugye az elektronok, amik azt ilyen pályán... Azt hiszem, a Robi nem a hullámmodellt mondja. Pályán keringenek. Jó, hát ez az atom felépítése, az meg ezt te se tagadhatod. Hát 1880-ban. Ami egyébként Robitól nem rossz... De ez nem dőlt meg! Tehát ez máig nem dőlt meg! Vannak olyan elméletek, amelyek... 1905, csak ennyit mondanék, na mindegy. Aki nem tudja, mit mi... De tényleg, bazd meg, tehát, hogy így... Humán értelmiségi? Faszom. Hatalmas nagy atom. Tehát az a lényeg, hogy az atomnak a proton a 99,99% a proton. És az elektron, hogy... Magra gondolsz, az atom magra... Igen, a neutronról úgy... Jó, igen, az atom, jó. A proton és a neutron közösen... Ami gluonok, az atommal. Gluonok, mondd ki. Na, ez jó, rendben. Proton és neutron, közösen. És e körül keringenek az elektronok a különböző pályákon. Feketén na, a hófelé. Én így képzelem el. Én így képzelem el. Elektor kalandor. Azt hogy a gecibe képzelte a... Bemondja, hogy balra, és akkor valaki látszik, hogy tök lassan reagál néha. Néha meg így egész jól, és akkor attól függ, hogy neki mész-e. Ez hülyeség. Az igazság, hogy... Jó, én nem tudom, hogy a Tévényi Tibi bácsi azt hogy képzelte, hogy beöltözik Super Mario-nak. Azt hogy a picsába képzelte? Hogy ő azt gondolta, hogy ezért őt majd megszeretik. Pedig csak megszánták érte. Na mindegy. Szóval úgy képzelem, hogy van az atommag,
ami egy hatalmas nagy lüktető Siffer András. És körülötte ezeken a kis pályákon vannak ezek az ilyen különböző, nem ismerjük a nevüket, mert Szél még a, Bernadett. ez alapján kerülnek valahova a Mengyelejev táblázaton, hogy hány Szél Bernadett kering körülöttük. Vagy egyszer össze kéne azért hozni azt, aki Szél Bernadett frizuráért és Siffer András ruháért felelős. Lehet, hogy ugyanarról a személyről beszélünk, és ez maga Szél Bernadett. Tehát, és az az igazság, hogy az valóban igaz, hogy Siffer András az két részből áll, van az atommagon belül a proton és a neutron. Szerintem a proton az Siffer András, a neutron pedig az anyja. De azért a Siffer András személyiség zavaráért felelő szemét azért diszkréten nevezzük meg, csak ilyen módon. A neutront elég gyakran emlegetik a magyar politikán. Igen, ez így, főleg Kálmán szolga. Na, hogy az érdekes, hogy a Siffer András az körülbelül úgy viszonyul az LMP-hez, ahogyan a Tortján az FKGP-hez valaha, és igen, ahogyan a Gyurcsány... És ahogy a Gyurcsány a DK-hoz. Nem, ott azért nagyon komoly fajsúlyos politikusok vannak. Álljon meg a menet! Felemelném a szavamat, hogy azért a DK-ban a Gyurcsány azért nem egy nagy lüktető Gyurcsány. Egy mellesleg egy Gyurcsány, különben meg hát az a sok-sok tenni akaró politikus, aki nevet mondjál. Ha úgy adódik, elvállalja. Igen, valahogy, tehát mondj egy nevet. Ő lenne a legboldogabb, hogyha nem neki kéne. Ő lenne a legboldogabb. Jó, de ez ráhárult. Nem ő lenne a legboldogabb. De ez ráhárult a fasiszták miatt. De most ennek történelmi okai vannak, ebben nem menjünk bele. Itt még Gréci Zsolt szavazat is volt, és örüljünk, hogy Varjú László nem. Hogy ki szavazott Gréci Zsoltra? Ott van, kapjátok el! De tényleg, tehát úgy voltál vele, amikor Gréci Zsoltra szavaztál, hogy azért a Gyurcsányra nem. Tehát ez durva. De te alapvetően DK-s vagy, de a Gyurcsány az... Egy Gyurcsány nélküli TK-ra lelkiismeret furdalás nélkül le tudnék szavazni. Tehát az igazság, én a DK-val tulajdonképpen minden, mert egyetértek, személyi problémáim vannak, a Gyurcsány személye az, amivel... Kevés. Na jó, de nem, várjál. Több Gyurcsányt a DK-nak. Viszek neked mikrofont, várjál. Mit mondjak most? Próbáld menteni a mocskos irádat, amilyen Gréci Zsoltra szavaztál. Mi is keressük a DK-n belül, tehát hogy te az elektronhéjra szavaztál ahelyett, hogy az atommagban ott lüktet Gyurcsány Ferenc. És te mégis az elektronhéjra szavaztál, de nem véletlenül erre az elektronhéjra. Tehát így vannak fenntartásai Gyurcsányra. A DK egy hidrogénion. De várjál, ez a Gréci Zsolt az nagyon összenőtt a Gyurcsánnyal. Tehát az már gyakorlatilag egy személy. De ez mellette. De mondhattam volna Gyurcsányt is, de hát az ugyanaz. Jó, de a Gyurcsány minden előnye nélkül. Gréci, tehát tulajdonképpen egy DK-s politikus mondtál, akiből hiányzik minden karizmája a Gyurcsánynak. Igen, igen. Egyébként Vadai Ágnes is volt, nem? Volt Vadai szavazat is, nem ússzátok meg ilyen könnyen. Nekem hol van a Vadai Ágnes szavazó? Hoppácska! Mi hiányzik Mesterházi Attilából, ami megvan Vadai Ágnesben? A pinát nem szabad mondani. Haló? Már az, hogy... Nem tudom, hogy azért mondtam, mert volt egyszer neki egy ilyen parlamenti felszólalása, amikor ilyen a Jobbik hónapok óta meg se szólalt, és akkor szóba se jött ez a zsidó téma meg semmi, és akkor egyszer csak így fölállt, és akkor, hogy itt Magyarországon itt viszik vagomba a zsidókat Auschwitzba, és így szétverte a parlamentbe a tölgyfa asztalt, hogy akkor most izé lesz, itt zsihád lesz meg minden, de semmi nem volt, mert ilyen ember bármit átvisz a parlamenten, azt mondom neki, hogy olyan legyen törvény, hogy megdugok egy szamarat, akkor azt is átvinné, és ez nagyon... És ő lenne a férfi a kapcsolatban. Így, az biztos, igen, és el is hagyták szegényt, mert annyira férfi volt. De nem Habony Árpádért. Hát neked imponált az, ahogyan verte az asztalt, és kurva erőszakos volt. És elélveztél közben? Helyes. De az a lényeg, hogy a politikusokat tudjuk használni valamire, és addig se ők használnak minket. Ez a cél. Oké, de aki most hazamegy... Az lemarad a Magyar Liberális Párt teljes, egész
politikai karáról. Következzenek ők. Hát az valami elképesztő. Kirakták a plakátokat mindenfelé, ahogy áll a Mesterházi, a Bajnai, meg a Gyurcsány, és mögöttük színes hajjal a Fodor Gábor. Az a bohóc, az a Fodor Gábor volt? Szerintem egyértelmű. Ebben is értem, hogy miért nem jött rá mindenki. Az egyértelműen Fodor Gábor. Mit keres ott? Mit keres ott? De a bohóc azért volt imponáló, mert már azzal azt üzente a Fidesz azzal a plakáttal, hogy igazán már nem tekintjük őket komoly ellenfélnek. Tehát nem démonizálni akarunk, hanem bazd meg, az inkább nevetségesé akarjuk őket tenni. Tehát, hogy így valahogy a Fidesz akkora fölényben érezte magát, hogy így leakadt erről a polgárháborús izmozásról, ami addig mindvégig a magyar politikát jellemezte, és a bohóc arról szólt, hogy tudjátok mit? Most nem izomból fogunk legyomni titeket, hanem egyszerűen csak azáltal, hogy nem tekintünk titeket egyáltalán komoly kihívónak. Na ehhez mit szóltok? És a bohóc erről szólt. Ez egy elég profi politikai marketing volt. A 3 éves lányom is megkajálta. Mert a sok politikai brosúrából ezt elraktuk, mert ezt meg akartam nézegetni, amiben ez a bohóc volt. És akkor utána a lányommal mentünk az autóval, és volt egy óriás plakát, ami megint megjelent úgy. És akkor azt mondja a lányom, hogy ismerem ezt a mesét, ez megvan otthon is, mesekönyvben. Viszont ami kevés... Jó, hát ez már a te felelősséged, hogy miket mutogatsz a gyerekednek otthon. Én odaadtam neki, hogy nézegesse egyébként, ez tény. Jó, hát figyelj, majd számolja a következményekkel, amikor fölébredsz az ágyadban, és egy késsel áll a gyereked fölötted. Ami még eszembe jut, talán a Hír TV-n mondta Csermely Péter, de már nem emlékszem biztosan, hogy ki mondta, hogy volt az a bizonyos ismert tüntetés, amikor kiabálták, hogy összefogást, és akkor majdnem a rendőrség összefogta az összes ott lévő, de nem ezt mondta Csermely Péter, hanem azt mondta, hogy ott felszólaltak többek között magukat pártnak nevező magánszemélyek. Na most a Fodor Gábor azt tényleg egészen elképesztő. Ami szánkból jól hangzik, de ez olyan, hogy mondjam, kormánypárthoz dörgölődző sajtólakály részéről, ez annyira arrogáns, bassza meg. Nekem az a véleményem, hogy ha valaki szellemtelen, akkor az még sajtólakályban is zavaróbb. Úgyhogy nekem erről ez a személyes véleményem, de ettől még a sajtólakály. A sajtólakály szájából a szellemességet sem tudom jó ízzel fogyasztani. Igen. Megértem a te kritikai ízlésedet. Éhen is fogsz így maradni. Viszont arra hívnám föl ezzel kapcsolatban a figyelmet, hogy Fodor Gábor pártja, nem tudom, hogy alakult meg, de biztos van valamilyen minimális létszám, amivel meg lehet alapítani egy pártot, és én azt tudom elképzelni, hogy a 13 Fodor van a pártomban jelleggel tudta megalapítani, tehát nem tudom elképzelni azt az embertömeget, aki beáll Fodor Gábor mögé, és azt mondja, hogy na, Gábor, Én azt nem értem, hogy mit mondhatott a Fodor Gábor a Mesterházinak, hogy ha velem nem fogsz össze, akkor baszhatod a kurva hatalmadat, és Orbán Viktor rajta marad az ország nyakán. És várjál, és mi volt ez, amit a Fodor Gábor így mondott, de amit a Schmuck Andor nem tudott így mondani. Tehát így nem, vagy amit a Szili Katalin. Szili Katalinnak mi nem jutott eszébe, ami a Fodornak eszébe jutott? Erre vagyok kurva kíváncsi, hogy a Fodorral mi a faszomért kellett összefogni, de egy eleve miért kellett összefogni? Tehát a Mesterházi megkapta a Magyar Kommunista Pártból Magyar Szocialista Munkáspárttá, majd abból Magyar Szocialista Párttá vált immáron 150 éves pártot, ami a munkásmozgalomnak az 19. századi gyökereiből nő ki. És ezt fél év alatt elkártyázta a gecibe. És pusztán azzal, hogy így elkezdték teleharsogni a klubrádiót, meg a ATV-t azzal, hogy nem fognak össze, ide ugyanez a hisztéria. Tehát ugyanez a tudjátok, hogy Orbán Viktor, ez Orbán marad itt, egyéni politikai érdekek fontosabbak, mint az ország, az Orbán Viktornak, csak úgy, hogy az Orbán Viktornak a hegyére hátára oda hányjuk. Gyakorlatilag, ha Mesterházi Attila nem fog össze, akkor Heller Ágnest viszik Auschwitzba. És erre
és Heller Ágnes erről... Mondjuk, volt, és a Heller Ágnes, meg a Konrád György, a Heller Ágnes, meg a Konrád György erről meggyőzték. Meggyőzték Mesterházit, és a, arra, jó, hát hogyha tényleg így össze kell fogni, hát akkor össze kell, ha össze kell, hát akkor össze kell. De ugye, még azt így értem is, de a Fodor Gáborral miért kell össze? De ugye, én elmondom, én sokat... Bajnai Gordonnal annak sem voltak szavazói, bazd meg, mi a Gyurcsánynak, annak tényleg volt 1,5%-nyi szavazója. Hát azt értem, hogy ha nem fogsz össze a Gyurcsánnyal, akkor se történik semmi. Ezt de, értem. De, akkor... de hogy a többiekkel nem fogsz össze, akkor annyi se történik, bassza meg. Tehát, hogy mi lett volna, ha azt mondja erre az összefogás hisztire a Mesterházi, hogy én is azt gondolom, hogy össze kell fogni, ez a választási logika, ez azt erre... Támogassátok az MSZP-t. Igen, össze kell fogni, és erre két mód is van. Az egyik az, hogy gyertek, lépjetek be az MSZP-be, és akkor ez egyfajta összefogás lesz. Tehát, hogy kizárhassalak a picsába. A másik lehetőség az, hogy egyszerűen jussatok be a parlamentbe a pártjaitokkal, és utána tényleg fogjunk össze, mert ez a kétharmad, ami most zajlik, ez gyalázat. Az a helyzet... De az igazság, hogy ez nem jutott eszébe. Nem annyira bonyolult ez, nem annyira bonyolult. Miért kellett összefogni? Magyarázd el! Én elmagyarázom ezt is. És szerintem az év lúzere Mesterházi Attila. A Fodrot is elmagyarázom utána. Azért fogott össze, mert egész egyszerűen szembesült azzal, hogy kiállt egy rendezvényre, meg akart szólalni, és nem volt annyi karizmája, hogy a DK-sokat elhallgattassa. Tehát akármennyire is mondják, hogy Mesterházi Attila remekül megszervezte, meg átszervezte az MSZP-t, nem szervezett meg semmit. Annyi történt, hogy kiszorította. Az nagy dolog egyébként, hogy kiszorította Lendvai Ildikot. De eleve arra, miért kellett közös rendezvényt tartani a Gyurcsánnyal? Már az eleve hiba volt. Fokozatosan ment bele ebbe az utcába, azért, mert nem egy annyira jó politikus, mint mondjuk Tordján József. Tordján József egyrészt nem biztos, hogy bement volna egy közös rendezvénybe, másrészt ne legyen kétségünk, ha Tordján József van ott a színpadon, ő meg tudott volna szólalni, sőt, 8000 darab DK-s nem jutott volna szóhoz, ha ott Tordján József meg kíván szólalni, majd pedig nem vesz levegőt, és nem adja át a szót senkinek, és se Bokros Lajos, se Fodor Gábor, se Konrád György, se nem tudom én kicsoda, nem megy fel soha többé a színpadra, legfeljebb egyébként Cseh Mária jön még fel a színpadra. A dologban a zárójeles pikantéria az, hogy mindez ott a Gellért térnél volt ez a tüntetés, és én a Tordján Józsefet meg a Cseh Máriát tök rendszeresen. Jó, de ez a csurka! Villamos megállt. Jó, de ez a csurka! De ha ők a rendezvényen lettek volna, simán kiszorítják. Jó, de ez a csurkára is igaz. Miért a Tordján, miért nem a csurka? A csurka nem volt olyan karizmatikus soha, mint a Tordján. A csurka is kövér, ugyanolyan kövér volt, de nem volt olyan karizmatikus. De a csurka is karizmatikus volt. Hát karizmatikus volt, mint Mesterházi Attila. Én azt gondolom egyébként, hogy a Gyurcsány az a baloldal csurkája. Én tényleg azt gondolom, hogy a Gyurcsány... Szerintem a Gyurcsány sokkal profi politikus, mint a csurka. A csurka alapvetően egy művész indítatású ember volt, aki kicsit azért ilyen szíven van a számon jelleggel beszélt. A Gyurcsánynál nem kell aggódni, hogy ő őszintén elszólja magát. Ahhoz neki tudnia kéne, hogy mi az ő őszinte véleménye. Jó, a Gyurcsány... Kellenének ilyen jellegű fogalmak az ő fejében, de olyan mértékben átszervesítette a lényegét a folyamatos hazudozás, a folyamatos hatalomkeresés, hogy nála ilyen problémák egyáltalán nem állnak föl. A csurka képtelen lett volna soha egy kormányzó pártot vezetni. Hát teljesen jó, kizárt. a csurka vitte bűnbe a jobb oldalt, és a Gyurcsány vitte bűnbe a baloldalt. De nem, ez egy teljesen más jellegű történet. Nem is lehet összevetni. A csurka elvi meggyőződésből cselekedett. A csurka szerintem minden szavát úgy gondolta nagyjából, ahogy mondta. Lehet, hogy valamit megbánt, de úgy alapvetően ő úgy gondolta. És úgy gondolta, hogy a jobb oldalnak az a feladata, hogy persze nem a rendes zsidó kisboltost, de azt az élősködő, nemzettesten élő férget, azt azért írtani kell, bár a féregírtás ugye pont Tordján Józsefhez fűződik. Ezzel szemben a Gyurcsány szerintem abszolút nem elvi alapon politizált. Soha. Neki volt egy messiás komplex, vagy van egy messiás komplex. Nem arról van szó. A személyes, annyiban elvi módon politizál, hogy a személyes küldetéséről meg van győződve, de ez nem elv még önmagában, és amúgy pedig elmegy a bulvárba,
beszél arról, hogy, arról van hogy szó... rákos daganatot majdnem talált egy anyajegyében, valaki, valahol, valamikor, és akkor... Arról van szó, jó, mind a kettő jó kapcsolatot ápolt a bulvárral. A tehát Csurka? Például, ne, ja nem, hát én a Tordjára gondoltam, a Csurka az nem, a Csurka az nem. Hát de, azt gondolom, hogy a Csurka, de azt gondolom, hogy a Csurka az volt a miépnek, ami a Gyurcsány az MSZP-nek. Az egyetlen esélye és a végzete. Hát ez azt jelenti, hogy ha nincsen Csurka, akkor soha nincsen miép, de ha nincsen Csurka, akkor a miépből bármi lehetett volna. És ugyanezt gondolom, hogy ha nincsen Gyurcsány, de azt ne felejtsük el, hogy 2002-ben a Gyurcsány az MSZP-nek még nem az Orbán Viktora volt, hanem még a Habony Árpádja. Tehát a 2002-es MSZP-nek, 2002-ben választást győztes MSZP-nek a Gyurcsány a Habonya volt. Ő találta ki a 23 millió románozást, ő találta ki a kötelezést, ő volt az artiröszt. És az az igazság, hogy a Gyurcsány az MSZP-n belül ugyanezt a szerepet játssza el. Mint a Gyurcsány az MSZP-n belül? Mint amit a Csurka a miépen belül. Teljesen más a két figura. De a figurák talán mások, de a helyi értékük, a szerepük a párton belül az. Az egyik arról a marginális kis párt, a másik Magyarországot de, kormányzó nagy párt. Több de, más. De igen, de a figura, a karakter szerepe, arról beszélek, tehát nem a párt szerepe Magyarország történelmében, hanem én arról beszélek, hogy ha a Gyurcsány nincs, akkor az MSZP nem kerül hatalomra 2002-ben, nem nyeri meg a 2006-os választást sem, nem kerül sor az Öszödi beszédre, nem kerül sor a székházostromra, nem kerül sor a Gárda megalapítására, majd nincs Jobbik, ma nincs kétharmad. Ez az egész mind, semmi sem úgy történt volna. Tehát arról van szó, ezzel hogy... Szemben egyetértek, ezzel szemben a Csurka nem befolyásolta ilyen mértékben a De alapvetően, ha nincs a Csurka dolgozat, akkor nincs a demokratikus karta. Ha nincs a demokratikus karta, nincs. Ha nincs a Csurka dolgozat, nincs a demokratikus karta. Neked nincs igazad. A demokratikus karta az nem csak hatalmi alapon jött létre. Nem csak azért jött létre, hogy előkészítse az SZDSZ-nek a hatalomvágyától fűtött koalíciós megállapodását az MSZP-vel. Azért jött létre, mert holokauszt sérült emberek valóban hisztérikusan vért és epét hánytak attól, amit láttak. Attól a dolgozattól, amit akkor is ott láttak. Mi sem igazolja jobban az én igazamat, mint hogy mikor Csurkát kizárták az MDF-ből, ezek a támadások semmit sem lehúztak. Nem, mert akkor már beindult az epilepsziás horoham. Tehát pont ez a lényeg, hogy... Meg ezt mondom, hogy pont ezért beindult volna bármire, és alig várta, hogy beindulhasson. De nézd, lehetséges. Lehetséges, hogy az SZDSZ Csurka nélkül is belépett volna a koalícióba, de erre semmiféle bizonyíték nincs. És én azt gondolom, te korruptságot sejtesz az egész mögött. Én meg egy olyan traumát, ami fölött a traumatizált személyeknek nincsen hatalma, nincsen uralma. Ne keverjük össze a dolgot. A választók részéről, vagy a támogatók részéről elfogadom. De a sajtó befolyásolta, olyan sajtófölénye volt a 90-es években a baloldalnak, amilyen a jobboldalnak sincs ma. Pontosan. Erről van szó, hogy és egy holokauszt sérült emberek belekergették, belehajszolták az SZDSZ-t és önmagukat, a komcsikkal, a posztkomcsikkal való összefogásba, mert vagy Auschwitz, vagy pedig bazd meg Kádári alku, vagy mi a faszom ebben a, ott már azért szabad választások, meg Európai Unió, meg a faszom, akkor inkább ez. Így ennyire egyszerűsödött le a világ. Egyszerűen beszűkült a világnézetük, beszűkült a világ egyetlen egy pontba. És abban az egyetlen egy pontban, bazd meg, ott a zsidókat, azokat elgázosították abban az egyetlen pontban, amivé a világ beszűkült. Ez volt a demokratikus karta. Ez készítette elő az 1994-es koalíciót az SZDSZ és az MSZP között. És az az igazság, hogy Csurka ugyanúgy vitte bele abba nagyon-nagyon-nagyon súlyos bűnbe, indirekt módon a balliberális oldalt, amibe Gyurcsány belevitte indirekt módon a jobb oldalt. Ha most megnézitek ezt a kétharmadot, és azt, ahogyan ez a kétharmad a hatalommal bánik, és ahogy az országot lenyúlja, és amilyen módon a létező, összes valaha létező konszenzus torkon szarja,
ez mind nem lenne, ha nincs a Gyurcsány. Ez a Gyurcsányra adott válasz. Ez a Gyurcsányból következő ebben konzekvencia. Ebben és a Csurka ugyanebbe vitte bele a balliberális oldalt a 90-es években. A Csurka lecserélhető figura lett volna, ha nem a Csurka, akkor találnak mást. Ez egy hipotézis. Ez egy hipotézis. Igen. Jó, de ilyen alapon a Gyurcsány is lecserélhető figura lett volna. Ha nem jön egy... De igazán tényleg hiszünk ebben, hogy az emberek azok, akik a történelmet formálják? Igen. Nem arról van szó, hogy a történelem kitermel embereket oda, ahol szüksége van rá ahhoz, hogy a maga folyamatai lefolyjanak? Nem erről van szó? A kommunista történelem oktatás nagy hazugsága, hogy minden csak társadalmi folyamatok és osztályharc, stb. Nyilván egy ugyanekkora tévedés... De ugyanekkora tévedés... Hagyd mondjam már! Ugyanekkora tévedés lekomcsizni a vitapartnert, nem? Most én nem komcsiztalak le. Ja, bocs. Én értettelek félre. Nem hallgattad meg, amit mondok. Ha ez komcsi dolog, akkor komcsi vagy. Az a helyzet, hogy ugyanekkor a tévedés azt hinni, hogy a történelmet nem alakítják osztályok, és kizárólag csak emberek alakítják. A kettő együtt igaz. És szerintem ebben nincs... Én igen, nem akartalak lekomcsizni, de egyébként lekomcsizok, ha ez fölizgat. Jó, hát. Jó, a fasiszta fajtád így szokta. Egyébként az a vicces, hogy amikor összezsugorodott egyetlen egy pontba, egyetlen szingularitásba a magyar politika, és az a pont volt, ahol viszik Auschwitzba a marhavagonba a zsidókat, akkor ebből a pontból ősrobbanásként Magyar Bálint Sulinet Expresses ruhában jött ki. Azért a világ egy csodálatos hely. Szóval azért bonyolultabb ennél a történet. Szerintem jó, te cinikusabban állsz hozzá, de nem lehet kihagyni a holokauszt. Holokauszt sérültséget nem lehet kihagyni egyszerűen a képletből. Tehát, hogy ez nem lehet merő korruptságra fogni az egészet. Hát ez ugyanolyan történet, hogy a Jobbik is arra épít, hogy a cigányokkal kapcsolatos milyen érzelmek vannak. Tehát és annak vannak szociológiai alapjai. Érzem, mint hogy a holokauszt. Meg a Trianonnak is. Annak is vannak. Annak is vannak. Túl bonyolult ez az egész ahhoz, hogy mi itt ketten egyszerűen... Na, de várjál, de hagyd mondjam már, hogy a Fodor miért került, mert ezt kérdezted, én megmondtam, hogy megmondom neked. Én tudom. Erre viszont kíváncsi vagyok. Én somót gondolkoztam rajta, és rájöttem. Hát a Gyurcsány volt. Egyértelmű, hogy a Gyurcsány volt. Mégpedig a Gyurcsánynak ugye mi az érdeke onnantól kezdve, hogy kilépett az MSZP-ből, az, hogy ő egyedül testesítse meg a baloldalban a kompetens politikust. Ehhez mi a legjobb út? Az, ugye, hogy egyértelműen a legnagyobb ellenfél az MSZP, mert ott van egy olyan brand, ahol cserélődtek már az arcok, hiszen volt ott Horn Gyula előtt is volt már, hogy hívják, Nyers Dezső. Mert a 19. században alapították, és nem a múlt héten, ahogyan a DK-t. Volt ott Hiller István, volt Kovács László, tehát az egy erős brand, akkor is, hogyha egy annyira inkompetens figura van ott, mint a Mesterházi. Egyébként szerintem nem annyira inkompetens a Mesterházi, vannak nála sokkal inkompetensebb figurák is. Mi az érdeke akkor a Gyurcsánynak? Az, hogy olyan nyilatkozatokat tegyen, ami az MSZP-n belül is zavart kelt. Mi az érdeke az, amikor feltűnik Bajnai Gordon? Ugye a Gyurcsány azt mondta, hogy ő háttérben úr majd ír kurva jó könyveket a baloldalról, és amikor feltűnik Bajnai Gordon, azt mondja, hogy igen, itt van a Bajnai. Nagyon jó. Akkor utána mi történik? Mikor feltűnik a következő figura, megint azt mondja, hogy persze, ő jó lenne. És amikor pedig koalíciós tárgyalások vannak, vagy nem is tudom mi ez az összefogás tárgyalás, hogy nevezzük, választás előtti húzavona, akkor azt mondja, hogy hát a Fodor Gábort be kell venni. Hát feltétlenül be kell venni. És ez kinek vereség? Hát nem a Gyurcsánynak vereség, ez a Mesterházinak vereség. Ez az MSZP-nek vereség, hogy ott van Fodor Gábor. Mit keres ott Fodor Gábor? Jó, nem, hát tovább szalámizza az MSZP-t. Hát a Fodor Gábor is egy képviselőtől megfosztja az MSZP frakciót. Jó, ez zseniális okfejtés. Ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát, hogy ez az egyetlen létező magyarázat, és eddig bennem föl sem erült. Ez hát, mert nem vagy egy Hogony Árpád, nem vagy. Jó, hát ez kibaszottul helytálló okfejtés. Tényleg, más logikus magyarázat előtt tényleg nincs. Az Orbánnak ott van a Habony, a Schiffernek meg csak a Puzsér van, hát ez van. Azért tart itt ez az ország. Az igazság, bazd meg, hogy a Schiffer tőlem tanácsot nemhogy nem kér, de sose fogadna el. Mert pontosan tudja... Magánéleti és politikai ügyekben. A Schiffer zsigerileg tudja, hogy tehát, hogy kikérni a tanácsot, akkor nem tudná elkerülni, hogy meg kelljen hallgatnia. És ha meghallgatná, akkor utána így
elméletileg azt kéne csinálnia, de úgyse csinálná, és az bazen csak arra semmi szükség arra a frusztrációra. Tehát, hogy így bazen, ha én lennék a Schiffernek a habonya... Ha ő ezen frusztrálja magát, akkor nem pszichopata. Szerintem egyébként nem az. Az tök jó. Végre egy politikus, aki nem pszichopata, csak sajnos ez kevés. Szerintem egyébként nem kevés, az, de, nem az, de vannak aggasztó tendenciák. Tehát, hogy az, de én tényleg így gondolom, tehát, hogy így nem gondolom azt a Schifferről, hogy pszichopata, de azt gondolom, hogy Schifferrel kapcsolatban vannak aggasztó tendenciák, csak azt kell érteni, hogy a politikus és a pszichopata az sokkal inkább szinonímák, mint ahogy ti értitek. És az a kurva nagy csalódásom, hogy közületek egyetlen egy kurva ember nem volt itt, aki Szanyi kapitányra szavazott volna. Tényleg, Szanyi kapitány. Egy kurva szavazat! Ennyit nem ér! Ennyit nem ér nektek! Nem akartok Mercedes C-klassz autóval furikázni? Szanyi kapitány megmondta, hogy az a kommunizmus, amikor mindenkinek Mercedes C-klassz autója van. De nem csak itt, hanem Kínában, ahol szerelik, ott is mindenkinek. Érted? Ez a kommunizmus, ahol Kínában, ahol a Mercedes C-klassz autókat szerelik, ott is Mercedes C-klassz autókat vezetnek az emberek. Itt is, ahol nem. Egy ilyen világ, ez lenne a kommunizmus. Szanyi kapitány, az az igazság, bazd meg, hogy ő neki már megvan a Mercedes C-klassz. És ebből látszik, bazd meg, hogyha bazd meg, elhiszed neki, neked is meg lesz. Magunkon kezdjük. Ő azt mondja, magunkon kezdjük. De nem, hát ő már megcsinálta. Hát ő már megcsinálta, de egy rendes kommunista, bazd meg, tényleg így izé, bazd meg, kicsiben megcsinálja, és utána majd tessék. Na most azért én szeretnék olyan személyre visszatérni, akire viszont sokan szavaztatok, és még a baloldalhoz tartozik, és most beszéltünk az Fodor Gábor. Általában nem szeretek a politikusok lelki világával foglalkozni, mert engem nem érdekel, én a felelősségükkel foglalkozok, meg a tevékenységükkel, meg a mondataikkal. Engem nem érdekel, hogy őt gyerekkorában bántották, és akkor azért, vagy hogy hogy van ez. De azért Fodor Gáborról elkezd az ember gondolkodni, hogy tulajdonképpen őt mi teszi egyáltalán alkalmassá politikusnak. Ugye biztos emlékeztek rá, kedves gyerekek, hogy a Fidesznek volt egyébként az egyik prominense, aki azzal... Ki emlékszik erre, hogy ő a Fidesznek volt az egyik prominense? Emlékeztek azért páran. És azzal emelkedett ki a Fideszből, hogy valamilyen valószínűleg pszichés gátlás miatt el szokott csuklani a hangja. Tehát őt ez emelte ki politikus társai közül, a határozott Orbán Viktor és a bajszos Kövér László mellől. A bajszos, a jelző. A nemzeti bajszú Kövér László, és a Chuck Norrisos, vagy bocsánat, Charles Bronsonos, Charles Bronsonos Áder János mellől. A szájára mondták, hogy az... És a homoszexuális, homoszexuális szájár József mellől. Az nyilván buzi, akkor mi marad a Fodornak, hogy ő a mama kisfia, vagy nagymama kisfia inkább, és ő volt az, akinek elcsuklott a hangja, és annyira megható volt azt hallgatni, hogy valaki úgy mondja ki azt, hogy de Magyarországon nem tűrhetjük, hogy a másságot, a cigányokat, a zsidókat megkülönböztessék, mondta Fodor Gábor mindig, és minden esetben bármit kérdeztek egyébként tőle, hogy elcsuklott közben a hangja, mert ő tulajdonképpen ott sem akar lenni, de hát ez az egész olyan fontos, hogy ő ott van. Na most ezzel kiemelkedett, de amikor jött a váltás... Amikor jött a választási győzelem, és ő belőle miniszter lett, akkor kurva hamar kiderült, hogy ha dolgozni kell, akkor más sokkal súlyosabb problémák vannak. Tehát amikor az, hogy elcsuklik a hangod, az már nem elég skill. Mert vezetni kéne egy minisztériumot, na ott terül ki az, hogy így igazából a csávó még lopni is lusta. Ez a Fodor Gábor? Tehát a Fodor Gábor az, aki azt mondott, hogy ellophatsz ennyi mindent, és így hat lépésnyire van. És úgy van vele, hogy így bazd meg, és még egy sörténket kiszom, aztán majd eldöntöm, hogy a hat lépés úgyis ott lesz majd utána is, és így bazd meg, így inkább hagyom a faszba, így a magyar, és jött Magyar Bálint, látta a kunce, hogy ez így nem fog menni. Tehát, hogy ennyire lusta ember, aki volt, hogy a minisztériumát nem vezeti, azt így értjük, jó? De hogy így bazd meg lopni is lusta, ez így nem működik, bazd meg a politika. Nem engedhetjük meg. Egyszerűen így nem fér bele a liberális politizálásba. És így elküldte a kurva anyába a Fodor Gábort, hogy menjen vissza egy elcsukló hangon a cigányság magyarországi helyzetéről sírni. Meg a nyugdíjasok, egyébként a nyugdíjasoknak is nagy kedvence Fodor Gábor, a nyugdíjas néniknek.
Mert olyan, mintha az unokájuk lenne mindegy. Mert most már mindjárt úgy csinálunk, mintha szavazói is lennének. Tehát azért álljál le. Tehát, valakinek is a kedvence Fodor Gábor a saját anyján kívül. Tehát azért álljon meg a menet. Na, és a jött Magyar Bálint, aki nem volt rest. Fölállni és a kurva hat lépést megtenni a pénzhez. Nézte a Kunce és azt mondta, hogy... és azt érezte, hogy ez a politika, hogy ez a politizálás, hogy az alkalmatlan Bálint, embert Magyar elmozdítottam, Bálint, az alkalmas embert odaraktam, és működik. Ez abszolút lenézés és lekezelése Magyar Bálintnak, mert azt a hat lépést ő úgy tette meg, hogy 8-al tovább is haladt. Tehát ő szerintem példamutató, tehát ő egész egyszerűen mit sem törődött a politikai teljesítménnyel, semmi bevette a népszerűséget. Tehát tulajdonképpen Bokros Lajoshoz tudom hasonlítani, aki a saját elvei mentén, az más kérdés, hogy neki speciál egészen más jellegű elvei voltak. Az a fajta nem létező. Hát nem. Hát a vákum, úgynevezett vákum elve. Számolható, számszerűsíthető elvei voltak. Egy. Százalékban is megfogalmazható. Na visszatérve, egyébként ugye magyar 5% Bálint, azt hiszem így hívták, és nem a pártjának a mérete miatt. Na, hát ha nem miért. Hát ami átfolyt a kezein. 5%-ot mindig legyúlt. Ezt mondják, hát én nem tudom, hogy igaz ez. De az biztos, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, ezt ugye eléggé hiteles forrásban hallottuk. Visszatér a Fodor Gáborra, annak, hogy a mély lélektanába elmérnék, nekem meggyőződésem, hogy ő is egy ilyen messiás komplexusos figura lehet. Tehát ő valószínűleg, én azt valószínűsítem, hogy azt gondolta, hogy ő fontos, hogy itt legyen. Tehát az országnak fontos, hogy ő itt legyen. És aztán egy idő után, amikor az egész SZDSZ-et úgy, ahogy van, kipicsázták, akkor azért rá kellett ébredni, hogy ez nem pontosan így van. És erre sokan sokféleképpen reagáltak. Ugye volt Retkes Attila szavazónk, tehát ő például elvállalta, hogy felszámolja. Köszönjük szépen. Felszámoló biztos. De valahol egyébként a Gyurcsány az így viszonyult az országhoz. Ahogy Retkes Attila az SZDSZ-hez, nem? Tehát, hogy egy felszámoló biztos, akit így megbíznak, hogy figyelj, most már azért a nagyját elvégeztük, most már tényleg ízé felszámoljuk a picsába, ízé vállalod? És a Gyurcsány mondta, hogy nagy megtiszteltetés, és nagyon köszönöm. Egyébként ebből a szempontból tök tipikus, hogy a Gyurcsány pszichopata vonásaitól mentes, ám de ezt továbbvívő Bajnai Gordon lett az utódja. Tehát, hogy aki ebben az értelemben elvtársa. Na visszatérve... Igazából, és tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy a Bajnai Gordon, hogy a Magyarországon aki csak miniszterelnök lesz, az mindegyik úgy viszonyul a hatalomhoz, hogy onnantól kezdve, hogy miniszterelnök volt, így nem bírja, nem folytat. Tehát egyszer nála volt a gyűrű, tudjátok, akkor onnantól kezdve az egész kurva élete arról a kurva gyűrűről szól, hogy így a térben milyen távolságban van tőle, és így hatalmilag mennyi esélye van rá, hogy megkapja. És ez a miniszterelnöki pozíció. És így a Bajnai Gordon, aki egy ilyen abszolút növényevő figurának tűnik. Hogy így miniszterelnök volt, meg volt, geci. Meg volt, tehát így maximum még egyszer lehetsz miniszterelnök. A libák? Többre nem telik, bazdmeg már. Libák is növényt tesznek? De a libák egyébként nem húsevők. Ez kétségtelen. Tehát kis libázás. Tehát az a lényeg... A libázás azért zseniális. Mert nem zsidózunk, de igen. Na, szóval a lényeg, hogy Bajnai Gordon, az meg, abból tényleg nem nézett ki ezt az ilyen hatalományat, hogy ilyen drágaság. Csak az. Nem ezt nézett ki a Bajnai Gordonból, pedig pontosan ez történik. Na, Bajnai Gordon megcsinálta, miniszterelnök volt, és így mi a faszomat akar? Olyan sokra vitte, előtte 6 másik embernek kínálták föl, és egyiknek se kellett. És ő így megvolt, megtörtént, de így nem bírja abba hagyni, hanem így vissza kellett térnie, hogy így újra a drágaság. Ugye, még hogyha nem is szerzi meg, ha már a közelében van. Tehát, hogyha már így azzal az emberrel egy szobában van, akinél ott van a drágaság. Néha elviszik előtte. Tehát akkor az már megérte. Már megérte, hiszen már egyszer drágaság. Tulajdonképpen szenvedést okoz neki, de ennélkül nem tud élni. Igen, igen. És tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy ugyanezt láttam az Orbánon 8 éven keresztül. Ugyanezt látom a Gyurcsány. A Gyurcsány, bocsánat, a Gyurcsányon nem egészen. A Gyurcsány úgy tesz, mintha még mindig nála lenne.
Tehát ő azért jó, jó, a Gyurcsány! Mert ő pillanatig nem mutatja azt, hogy így vágyik utána, hanem végig folyamatosan azt mutatja, hogy ez még mindig nála van. Jó. Teljesen mindegy, hogy mi a helyzet. De az az igazság, hogy a Gyurcsány miniszterelnöksége már akkor megszűnt, amikor még formál jogilag ő volt a miniszterelnök. Tehát már akkor is csak játszotta, hogy nála van, amikor még ténylegesen nála volt, és utána, amikor már nem volt nála, ugye csak ezt folytatta. Az az érdekes a Gyurcsánnyal kapcsolatban, a legérdekesebb. Hongyula pedig nyugatra hajózott. Egyetlen egy ember van, akire nem hatott a gyűrű. Lehet, hogy hobbit volt az illető. Az Isten tudja, hogy... Testalkat alapján nyilvánvalóan. Egyetlen egy ilyen ember van, nem Hongyulára gondolok. Nem. Vagy bocsánat, Boros Péter. Megyesi Péter. Jó, Megyesi Péter. Megyesi Péter. Tényleg, nem Megyesi nem Péternél, amikor még ott volt... Nem értette. Nem. Lehet, hogy olyan ostoba volt, hogy nem értette, hogy mi van nála. Tehát, hogy így... Nem vette drágaság. Hát, egyesek szerint drágaság. Azt mondják, értékes. Nem tudom. Hát, hogy Megyesi Péter, az így nem a... És abban a pillanatban, hogy így jött a Gyurcsány, drágaság, drágaság! És akkor így azt mondta, hogy drágaság, tessék. Drágaság! És akkor így a Megyesi mondta, hogy hát, ha neked ennyit ér. Tetszik. És azóta is ez megy, bazen, hogy a Megyesinek így nem kell. Hát, nem akarod, nem, de volt nálam, de akkor sem van semmi. De így, valahol a Megyesiben van egy ilyen nagyon ilyen belső csend. Vagy nem tudom, hogy ilyen buddhista, de esküszöm, hogy van, tehát, hogy így emberileg a Megyesi, és ezért volt a Megyesi a legrosszabb az országnak, mert a Megyesi... Nem érdekelte! Nem érdekelte! Nem, ő nem akarta a hatalmat se, és ő tényleg ilyen jó fej akart lenni, de ő tényleg jó fej is volt, és így megígérte, és így csak ne teljesítsd! Dupláját! Így úgy csapta a falhoz az országot, hogy a legjobb szándékkal. Ja, a drágaság se kell. Tessék, a drágaság, és a tessék, a nyugdíj a 13-ra, 14-ig, a tessék. Szóval semmi, hogy mi bére meg, nem elég a bére, 50% plusz, és jó. Tessék, de itt van, tessék, csak a drágaság is, hát a Gyurcsánynak oké. Okay. És az lett a vége az egész dolognak, az meg, hogy így a Megyesi kormányzás az, amit az ország nem bírt el. Tehát a Gyurcsány kormányzás is elbírta volna. A Megyesi kormányzás. Az a 100 napos program. Az az elátkozott 100 nap. Az a 100 nap az, amitől az ország bazd meg ma is attól koldul bazd meg, mint hogyha mi azt sosem heverjük ki, azt a 100 napot. Talán a Bokros jönne, akkor még esetleg. Jó, az biztos, hogy a Megyesi és a Bokros között húzódik az egész magyar monetáris politika. ez tagadhatatlan. Tehát egyik az azt mondja, hogy így basszátok meg, nem lehet keletre hajózni, így lezárjuk a kikötőt. A másik az meg azt mondja, hogy hajózok nyugatra, északra. Ez drága, milyen drágaság. Szóval a Fodor Gábornál tartottunk, és pont, hát így kevésbé lesz azért erőteljes, de én is arra gondoltam, hogy ő ült otthon, Gyöngyösi birtokán, és arra gondolt, hogy azért de szép volt. És Gyöngyös egyébként ez alatt az idő alatt Megyesi birtokán ült. Ezt csak gondoltam, hozzáfűzöm. És arra gondolt, hogy azért de szép volt. Azért majdnem megcsináltuk. Nem tudom mit egyébként, de majdnem. Úgy közel álltunk hozzá, ott voltunk. És akkor azt gondolt, hogy vissza kéne jönni. És nagyon kíváncsi lennék arra, hogy szerintetek Fodor Gábor mit gondol? Hogy szép lassan most fölépítek egy pártot, aki majd vezetni fogja ezt az országot egyszer. El tudjátok képzelni, hogy ezt gondolja? Én nem tudom elképzelni. Egyszerűen nem tudom elképzelni azt a fajta ön és helyzetértékelési zavart, hogy Fodor Gábor azt gondolja, hogy most elindítottuk ezt a magyar liberális pártot, és ez tényleg létező párt lesz, majd tényleg tényező lesz, majd bejut a parlamentbe, majd kormányra jut. Mert ugye egy politikai pártnak nagyjából semmi más célja nem lehet, mint valamilyen formában, most már a Schiffer is bevallja, hogy az LMP kormányozni akar, ami egy bátor vállalás, de egyébként én egyetértek vele, mert elég abszurd egy olyan politikai párt, aki nem kíván kormányozni. Tehát mit gondol Fodor Gábor magában, hogy ő majd egyszer most megcsinálja. Én azt nem értem, most hogy... folyamat elején vagyunk, amire majd úgy fogunk visszaemlékezni, hogy itt jött vissza a Fodor Gábor.
és innen lett megcsinálva, hogy ő ezt gondolja? A Fodor Gábor 12 éven keresztül keringett a hatalmas Proton körül, ami egy ideig Hon Gyula volt, később Megyes, itt ne tevezzük hatalmas Protonnak. Neutrino. Később Gyurcsány, tehát így keringett részecske fizikai poénok vannak ma este. Elektron módjára, és mire nem volt elég 12 év, ami majd most jön. Tehát amit a Fodor így most majd így meghódít. Tehát így 12 kurva év nem volt elég, tehát így mindvég, minden pillanat elég lett volna a 12 év alatt. Ott voltál a hatalom közelében. De nem, most így vissza kell térni, bazdmeg, hogy... Én azt gondolom, hogy nem gondolja ezt, nem gondolhatja ezt, még ilyen félálomban sem gondolhatja ezt, hogy ő megcsinálja. Egyszerűen be kellett magának azt vallani, hogy annyira szereti ezt csinálni, annyira rabja lett. Ő igazából nem is a hatalom. Nem erről van szó, hogy szeret. Nem, rosszul vetett fel a kérdést. Nem arról van szó, hogy ennyire szereti ezt csinálni. Arról van szó, hogy nincs hova visszamennie. És képtelen más csinálni. Nincs hova visszamennie. Tehát, hogy ő emlékszik arra, hogy ő mi volt azelőtt, hogy politikus lett. Semmi nem Baszki, volt. Egyetemista. Most hova? Tehát, ha most ő nem politikus, most így eltelt 4 év. Így bazd meg, így a vanabi politikusként bazd meg, így nem lehet leélni a további, vagy lehet, hogy van hátra neki még 30. Ezt így nem lehet, bazd meg. Hát gondolj bele, hogy milyen szorongás. És gyakorlatilag kudarc volt, mert ugye egyrészt elbukott az egész párt, azon belül elbukott ő maga. Ő nem ért semmihez, kizárólag a fasisztákkal való riogatáshoz, és ahhoz, hogy lusta legyen lopni. Jó, tehát kizárólag a fasisztákkal való riogatáshoz. A másik is csak a hozzá nem értésének egy sajátos metszete. Egyébként még fasisztával való riogatásban is eléggé a hátsó mezőnyben van. Tehát sokkal jobban tudnak mások riogatni. Nem. Ez az igazság, hogy igazából ő nem riogat a fasisztákkal, ő igazából megvédi az arra rászorulókat, akiket a fasiszták üldöznek. Igen. Ő ebben jó. Ő melléjük áll. Ő odaáll. Független attól, hogy üldözik-e vagy nem. Független attól, hogy léteznek-e vagy sem. Na és akkor elérkeztünk. A politikai paletta, nem beszélünk az alternatív köztársaság elnökről, úgyhogy elérkeztünk a politikai paletta egyik végpontjához. De még előtte eszembe jutott, hogy tudjátok, kik azok, akik egyből egyetemistából politikusok lettek? Biztosan a fideszesekre gondoltuk, de jobbikosok is egyébként. Hát az igazi klasszikus hökös tempó. Igen. A hők az egy szitok szó minden kultúra szájában. A hők az nem egyetemista, hanem... Nem. Már intézményesítetten lopó. Nem, a hők az úgy viszonyul az egyetemistához, ahogyan a kápó az auschwitzi fogolyhoz. Nem tudom, hogy mennyire érthető. Egyfelől fölött áll. Másfelől meg ugyanaz a... Ugyanabból származik, csak jellemhibái folytán kiválasztódik. És kápó országot építünk, hogyha ez épül. Na visszatérve, tehát eljutottunk a politikai végpontra, a végső megoldáshoz a baloldal számára, ez pedig nem más, mint a DK, és Gyurcsány Ferenc. Beszéljünk egy kicsit a DK-ról. Ha kezded, Robi, akkor addig én elmegyek egy-két percre. Valahol. A DK-ról? Tudsz te a DK-ról beszélni? Vagy csak érzéseid vannak vele kapcsolatban? Az az igazság, hogy a DK az én szememben ugyanolyan, mint amilyen az FKGP, meg mint amilyen a miép volt. Tehát, hogy így nincs kiterjedt, nem terjedt, vagy mint amilyen egyébként most az LMP. Tehát így nem terjedt túl a pártelnökön. Tehát, hogy így nyomaiban terjedt túl a pártelnökön. Ezt tudjátok, hogy a izék kurkásszák egymást a majmok. A csimpánzok. Tehát így egymás, az ő számukra ez a szociális élet. Tehát ők ígérnek szociális életet, hogy kikurkásszák egymás bundájából az ilyen tetveket. Ugye részét megeszik. És ők igazából így törődnek egymással. Tehát, hogy ez az ő szociális életük, ez nem csak higiénés szempontból fontos a szabadon élő majmoknak, ezt nem tanulják az embertől, ez a sajátjuk. Tehát, hogy ők kurkásszák egymást. És ez tulajdonképpen a szociális életük, ez azt jelenti, hogy egy majom az egy elég primitív ember, az ő privát szférája, az ő kulturális
aurája az a bundájánál végződik. És az egyik majom azt, hogy így törődik a másikkal, tehát így megkérdezem, hogy így, hogy van anyád, vagy így megkérdezem tőled, hogy így izé, hogy így romlott-e a izé prostata problémád, és így beszélgetünk róla, vagy mi van a DK-val, vagy tényleg beszélgetés, ez nekik a bundájuknál végződik. Tehát, hogy így úgy törődsz a másikkal, tehát úgy beszélgetsz, hogy úgy tartasz olyan szociális kapcsolatod a másikkal, hogy kiszeded a tetveket a bundájából. Tehát ez az emberré válásnak az egyik fontos faktora. Ez egyik fontos alapja. Na és így, itt arról van szó, hogy a DK, meg a DK a Gyurcsánnyal, a LMP a Schifferrel, a FKGP a Tordjánnal, vagy a miép a Csurkával, az olyan, hogy így nem nagyon terjed túl a bundáján. Tehát ha törődni akarsz vele, akkor ilyen tetveket tudsz, ezt eddig elektronhéjnak hívtuk. Így egy hatalmas majomnak így a tetveket a bundájából így kiszeded, és akkor azt mondod, hogy így törődsz vele. Tehát, hogy így igazából ők így a bundájuknál végződő, a pártelnök szőrzeténél végződő pártok. Ha érthető, amiről beszélek. Én egyébként a DK-t egy picit más típusú pártnak látom. Tehát vannak ezek az egyszemélyes pártokást Fidesz Orbán Viktorral. Én meg azt látom másnak. Pártal, bocsánat, nem, azért ezt másnak látom. Oké, ezt csak így mondtam, így érdekességképpen. A DK-nál én azt látom, hogy két tényezőben tér el. Az egyik az az, hogy egy csomó levitézlet politikus az így odaáramlott. Tehát azért ott van Bauer Tamás. Nem tudom, miért nem mondta ő senki pártvezetőnek, vagy egyáltalán bárminek. És egy hasonló figurákkal, azt hiszem Őrsi Mátyás is ott van például. Az is most formálódik, hogy így sokan azt gondolták, hogy a... Ott hogy van, az, Kerékbárci Szabolcs, tudjátok ki az? Az MDF bukásának egyik résztvevője. Szóval, hogy így sokan azt gondolták, hogy az SDS-nek az utódpártja az majd az LMP lesz. Aztán úgy nézett ki, hogy az LMP is lesz. És aztán kivált belőle a pénzügyminisztérium, és akkor azt gondoltuk, hogy a Bajnai Gordonnal összeállt pénzügyminisztérium lesz az SZDSZ utódpártja. A Pesti Műsor. És mi? Igen, igen, a Pesti Műsor. És az még találó is, meg egy kis zsidózás is van. Igen, meg műsoroznak, tudod. És aztán a végén kiderült, hogy nem Bajnai Gordon és a Pesti Műsor közösen az új SZDSZ, hanem az, amiről azt gondoltuk sokáig, hogy az ellenem MSZP lesz, vagy az alter MSZP lesz a DK, az az új SZDSZ. És azt gondolom, hogy valójában a demokratikus koalíció az új SZDSZ, és nem véletlen, hogy Bauer Tamás például a demokratikus koalíción belül találta meg a maga számítását, és az se véletlen, hogy a Gyurcsány kormány idején az volt az érzésünk, hogy az MSZP elnök Gyurcsány, nem úgy van, hogy az MSZP elnök Gyurcsány köt koalíciót az SZDSZ-szel, hanem az MSZP elnöki funkciót betöltő Gyurcsány valójában az SZDSZ nevében, vagy az SZDSZ jegyében, vagy jelével köt koalíciót az MSZP-vel. A poszkomcsikkal. Egyébként teljesen egyetértve egy picit pontosítok. Ugye az MSZP is egy picit azért ilyen sokarcú párt, tehát ott van sokféle, most egyik se annyira szimpatikus, de Szanyi meg Kovács László az egy elég más vonalat képvisel. Más vonalat képvisel a Szili Katalin, már nincs ott, de akkor is, mint volt MSZP, és más a Szekeres Imre, azt sosem értettem, az mit képvisel. De teljesen mindegy, vagy Puk László, aki valaki módosított ott kint a szavazatát Puk Lászlóról egyébként. Aki állítólag ugye kirobbantotta most az MSZP tartozik című botrány, tehát bonyolultak itt azért az élek. Az SZDSZ is azért az egy picit olyan sokféle párt volt, mert volt ott Mécs Imre, volt ott Bauer Tamás, volt ott Magyar Bálint, volt ott Kunce Gábor, egyébként szerintem Kunce az egész magyar politikának a legalja, tehát én őt teszem legalúra, Gyurcsány alá, de most ez teljesen mindegy, csak egy személyes vélemény. Lényeg a lényeg, hogy az is sok arcú volt. Most volt egy összefonódás, egy összeállás a két párt között, és volt, ahol így egymásra találtak. Tipikusan ezt emberek is jellemezték, mondjuk Mécs Imre, aki SZDSZ-ből lett MSZP-s például. Tehát hogy voltak azok, akik olyan kompatibilisek voltak, ez a DK. Tehát igazából a DK nem is az SZDSZ, hanem az SZDSZ-MSZP koalíció. És nem abban azért, hogy a kettő közössége, hanem hogy a kettőben közös volt és összenőtt. De várjál, de a DK az
részben SZDSZ-MSZP, de hogy igazából a lényeg, hogy nincs benne semmi posztkomcsi. Hanem modern... Reformkomcsi van benne. Igazából semmi komcsi nincs benne. De szerintem van. Az szerintem a, nincs. Az a fajta 80-as években... Hogy szerintem most... sokkal inkább van benne, tudod mi? Ilyen izé, nonkonformista, ilyen bizniszkeresztény izé vonal. Tehát az lehet, én akkor inkább azt látom benne. Lehet, hogy az is van benne. Én más látok, de egyébként egy olyan tényezőre akartam kitérni, még ami eltérés. Ugye az egyik eltérés az volt, hogy szerintem nem csak a Gyurcsány van, mert egy egész sok irányú slep veszi körül, mondom, mert Kerékbárci Szabolcs is ott van. Azt az MDF utolsó szóvívője volt. Jó, hát és ne felejtkezzünk el Debreceni Józsefről, aki szintén az MDF utolsó valamilyen volt. Hát együtt zárták ki a Csurkával. Nem így értem. Meg a... Mindegy. Semmiképp a politikus, a parlamenti képviselő tudom, volt. Tudom, én most beszóltam, vagy leszóltam. De nem az akkori Debrecenit kell leszólni, hanem az a mostanit. A Debreceni, aki egyébként sok szempontból tök jó fej volt, majd aztán jött az ügynökvád, és megőrült. Emlékeztek erre? Akkor teljesen bekattant, lehet, hogy igaz volt azért, vagy nem tudom. Na mindegy, és akkor ez az egyik különbség. A másik különbség, hogy nem csak annyiban nem van mensó, hogy vannak ott más politikusok, hanem van egy elkötelezett, és nem is annyira pici, persze országos méretekben, mivel 10 millió emberhez képest kicsi, de akkor is több ezres, több tízezres mozgósítható, és baromi elszánt tömeg. Az a DK-s elszánt zászlót lobogtató, és akárha úgy adódik a hírtévés kezéből a kamerát kicsavaró nyugdíjas, az... Ez a típusú elszánt... Mindenkinek kell valaki gyűlölni, ne, neked ezek a nyugdíjasok. Ez megvan a Fidesznek is egy ilyen köre, megvan a Jobbiknak is egy ilyen köre, de például az SZDSZ-nek nem igazán volt meg, például az LMP-nek nem feltétlenül hiány ez, de nincs meg, az MSZP-nek most nincs meg, mert ilyen volt az átment a DK-ba, a Bajnénak aztán végképp nincsen senkie. Tehát azt akarom csak mondani, de a Fidesznek, hogy... A Fidesznek, a DK-nak, meg a Jobbiknak megvan. Igen. És azt mondom, hogy a DK-nak megvan. Igen, és ez egy nagy különbség, mert a Jobbiknak például sokkal nagyobb tömegbázisa van, mint a Miépnek, vagy a Kisgazdáknak. Tehát annak ellenére, hogy a Kisgazdákra talán többen szavaztak, mint most a Jobbikra. Tehát a csúcson, nem tudom, erre nem emlékszem pontosan, de meg, szerintem valami hasonló arányba, de mint mondjuk a csúcson a Jobbiknak, soha nem volt ekkora párt irányba elkötelezett FKGP, nem ismerek FKGP-s embert, olyat, aki az volt. Olyan, aki DK-s, aki Jobbikos, aki Fideszes, olyat igen. Tehát azok létező... Én nem ismerek DK-st. Jó, hát majd bemutatlak egy-kettőnek. Jó, egyet ismerek. Na, tessék. Na most, ez szerintem egy nagy különbség, és ilyen szempontból a DK-nak ez egy ereje is. Most arra gondoltam, hogy megint szavazásra teszem föl a kérdést az interaktivitás jegyében. Egyébként zárójeles megjegyzés, én agybajt kapok attól, amikor a tévében szavazni kell valamire, és nem mondják meg, hogy most ez szavazás vagy tippelés. Tehát, hogy ön szerint ki fogja nyerni a spanyol bajnokságot. Most akkor arra kell szavazni, akit én szeretném, hogy nyerjen, vagy aki szerintem tényleg meg fogja nyerni, és még olyan is szokott lenni... A kérdés alapján egyértelműen az utóbbi. És még olyan is szokott lenni, hogy azok körében sorsolják ki a nyereményt, akik a legtöbb szavazatot kapóra szavaztak. Na mindegy, majd figyeljétek meg, hülyeség. A lényeg, hogy jövőben látó gépet szereztünk, és tudjuk, hogy 2018-ban egy darab fog ezekből a baloldali alakulatokból bejutni a parlamentbe. Ez garantált, és ez biztos. Kérdésem az, hogy mire tippelnétek, hogy a jelenlegi politikai alakulatok közül melyik jut be, és akkor mondom, csak is akikről most beszéltünk. Tehát ki az, aki arra tippel, hogy az MLP, az a Magyar Liberális Párt fog bejutni? Valaki viccelődik ott, hát, hogy... Jó? Ki az, aki arra tippel, hogy az Együtt PM fog bejutni? Ez azért nagyon kemény... Hoppá, egy. Talán ott valaki még bizonytalanul. Tehát az azért nagyon kemény Bajnai Gordonnak, aki úgy állt ki, hogy most haza és haladás, meg meguljunk. Ki az, aki arra tippel, hogy a DK lesz az egyetlen baloldali erő? Aha. Te is szavazzál. Én ezért az MSZP-re szavazok, de nem szavazok, hanem tippelek. Pont erről beszélek.
ki az, aki arra tippa, hogy az MSZP lesz az egyetlen erő. Azért ez a többség, de nem nagy többség a DK-hoz képest, úgyhogy szerintem egy tök izgalmas meccset. Nem, az látni. Igazság, hogy benne van, hogy a DK, de egyébként ezek nem zárják ki egymást, de ilyen hülye tippelés volt. De mert a jövőbe látó gépem azt mondta. Ja, és elektronnal működik. Hülye tippelés volt, mert szerintem a DK is meg az MSZP hülye is be fog tippeltetek, megmondta a Puzsér. Nem, hülye, a kérdés felvetés volt vasság. Tehát a feltételek rá. Nem a feltételek voltak rosszak, mert ezek nem zárják ki egymást. Van egy kérdés, amit én feltettem, ti mind feleltetek rá, és a Puzsér szerint hülyeség. Szavazzuk meg, hogy akkor most ki a hülye. Arról van szó, hogy szerintem az a durva, hogy a DK valószínűleg be fog jutni a következő parlamentbe, ami elképzelhetetlen lett, volt fél évvel ezelőtt, hogy a Gyurcsány, hogy az egyetlen hatalmas lüktető Gyurcsány és az ő bundájában lévő tetvek egyáltalán egy párt, ami majd bejut valaha a parlamentbe, bazd meg, és így... Gyurcsány bundájával takarodnak. Jaj, tehát, hogy így ez tehát, hogy a Gyurcsánynak a képességeit egyszerűen nem lehet nem elismerni a szónak a rossz értelmében. Tehát, hogy így tudjuk, hogy a jó sorozatgyilkos az, akit nem kapnak el ilyen értelemben, a Gyurcsány képességeit nem lehet nem elismerni. Van tovább innen lefelé? Aligha. Hát arra gondoltunk, hogy a baloldallal kapcsolatos számvetést azt mára felfüggesztjük, és nagyon megköszönjük a figyelmeteket. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Dinnyi és Gergely által fémjelzett külön kiadása. Várjuk titeket a jövő héten is. Jó éjszakát!